Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Hát jó reggel. Drága hallgatók, gyerekek, mindenki szól? Nem. Még mindig, most már szólsz. Jó, értem én. Ki vagy zárva? Igen. Mi akkor is a Bee Gees is? Semmi baj. Nekem elég a háttérzene. Igen, de arra viszont azt táncolni. Olyan jó kedvem van tőle. Tessék? Olyan jó kedvem van tőle, hogy megszólal. Komoly, tudom, hogy te gyűlölöd, de figyelj, megszólal, én már rázom magam. Én nagyon hiszek ebbe az alázenébe. Kell egy pár hétre az ember megszokja, de szerintem ez az a zene, amit hallasz, és kicsit mosolyogsz. És egy valahogy elindul benned valami, ha szereted, ha nem. Igen. Nem? Semmi? Egy kis elnéző mosolyt arcom. A Metallica-s pólójában. Nem tudom, én is bírom. Valahogy én is jobb kedvű leszek tőle valamiért. Nem tudom megmondani. Ennyi, nem zavarja a beszélgetést. Jó mókás. Egy kicsit, igen. Én is soha nem tudtam komolyan venni ezt a számot. Nem is lehet. Még magát a csapatot sem. Nem is lehet. Tényleg, nem is lehet egyébként. Ha a gyerekek, éppen hogy azért ez most ma ki volt nagyon számolva. Necceske volt? Necceske volt. Nem, hát megy a szakkör azért éjszaka, tehát keveset beszélek erről, nem is nagyon igyekszem panaszkodni. Hát miért a rohadt hőingadozás miatt van, biztos vagyok benne. Hát figyelj, te, ma mínusz négy volt reggel, tegnap ugye +3. Azért az... Hát meg 3 óránként még eszik, szóval, hogy ugye egy hónapos... De azért ne bántsuk, mert egy hónapos nem, azt mondom, hogy igen, hogy miért egyelőre... Miért készítétek ki neki este oda? Figyelj, én kirakom, felvágom neki, a kutya fel, hát nem akarja még ezt a villát normálisan megfogni. Itt a szendvics, érted? Egy svéd asztal, amott egy mell. Rászólok, hogy ne sírjál, aludjál, de valahogy ez most még nem. Nem nagyon hat. 3 óránként eszik, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen 11 órás kelés, akkor én már azért úgy sokszor bőven alszom. Egy ketteske. Van egy ketteske, van egy ötöske. Azért jó, úgy... Jó, 5-kor már te is kelsz. Ez is igaz, hogy 5-kor már. Ennyi. 5-kor már rám szól, hogy papa, kelj, fölindulnod kell. Mondom, hogy rendben. Rendben, kisfiam, akkor indulunk. Úgyhogy hát, és akkor ilyen 5 óra, akkor az ember még egy pillanatra visszabóbiskol, és 5 óra 33-kor néztem rá az órámra, hogy lehet, hogy... Lehet, el kéne indulni. Hát mondjuk valaki sietett kettőnk közül kocsival. Igen. Ez most nem volt egy egyszerű menet, ráadásul egy ilyen hülye önkéntes rendőr egy ilyen ásmercivel ott elkezdett engem megrendszabályozni. Persze nyilván egy 60 éves pap erült benne, meg kiki más. Nem ez a mennyi lassan, hanem megyek mögötte, és beáll párhuzamosan, tudod. Majd ő most megmondja, hogy mögötte senki ne menjen gyorsan. Beáll párhuzamosan. Aztán az egyik kicsit elhúz, két sávos, én megyek az öreg mellett a belső sávba, mert ő ugye a gyorsabb, azt hittem, hogy megelőzi az embert, és visszamegy kívülre. De nem. Nem, beáll mellé, látja, hogy jövök, direkt rányom a fékre, és mennek párhuzamosan a Szerémi úton, tudom, 5 percen keresztül. Erre a másik autós rájön, hogy én azért úgy nagyon mennék, és elkezd egy kicsit gyorsítani, papa is begyorsít, persze tartsa a tempót, párhuzamosan, néha kicsit fékezget. Mondom, édes Istenem, hát egyszer valaki ezért nagyon meg fog téged büntetni. Na egészen ment a lágymányos így, mert kizárt minden előzésből mindig. Tehát mindig azt hittem, a hajam kihullik, de már nem voltam annyira ideges, mint régen, amennyire ideges lettem volna. És akkor utána volt az egyik lefordult jobbra, na akkor ő gyorsan begyorsított, utolért egy másik autót, ott megint lelassított, hogy tartsa a párhuzamosat, tudod? De miért jó az? Tehát egyrészt balesetveszélyes, hogy két autó megy folyamatosan, egy másrészt, hogy miért nem mehetsz te? Tehát hagyjuk már, komolyan ha mondom. Ha esetleg hallasz, véj hülye! Zagyjál neki! Fekete merzós. Te vén hülye, te! De tényleg, tehát erre mi szükség van? Hát az ember döntse el tényleg, hogy mennyivel megy. És ha én nekem zavar, hogy ő gyorsan, lehúzódom, aztán menjen. Hát majd megbünteti a rendőr, nem, vagy siet, vagy szülhet, vagy fuldokolhat a gyerekem. Miért döntöm én el egy másik autóról, hogy neki joga van-e gyorsan menni, vagy nem? Ezt én soha nem értettem. Hát ha engem zavar, lehúzodok, elengedem, és azt mondom, menjél hülye. De én is egy csomószor, menjél hülye. Semmit nem csináltam. Nem is villogtam, nem is refisztem, csak vártam, kivártam, és nem is mentem rá a nyakára. Csak úgy ott voltam a súlya. Tehát hogy éreztem, hogy engedjen, léci, kicsit, igen, tudom, önkéntes rendőr vagy, tudom, nem sérsz, tudom, mi fiatalok, huligánok, tudom, nagyobb az autó, utálsz is, tudom, de engedjen, mert dolgozni mennék, nem lopni, nem tudom mit csalni, dolgozni szeretnék, bejutni a munkahelyemre, engedjél be, léci. És végig ezt mondogattam egyébként, úgyhogy remélem hallgat, véhülye.
És azon gondolkodom, hogy ki az, aki mergával jár, kicsit idősebb, abból az irányból jön, fekete mint te, ugyanebben az időben. Ja, de az nem. Várjál, itt van a nyelvem. Ő már bent volt a munkahelyem. Mert akkor átszoltam, hogy bocsi, Gabi, te is elkészülj. Ennyire nem konkurálunk, engedjél, te is elkészülj, mert utána én megyek eléd. Nem a Gabi volt. És tényleg azon gondolkoztam, hogy miért. Tehát, hogy mi a mozgató rúgója, és én előbb ugrom le a rám szakadékba tényleg. Egy fenyőfáról indián fejessel. Ha én ezt a tünetet észreveszem magamon, hogy én így kezdlek el közlekedni, hogy megrendszabályozom azokat. Látom én is az autópályán, engem is egy csomószor levillognak, hogy én nem tartom föl, nem beszélgetek gyerekkel, levillog, oda hülye vagyok, nem mentem le jobbra. Megyek is, bocs, menjél 200-at, nem érdekel. De ez a, na te majd most, te mész 200-on, hát milyen világ az? Nem? 130? És akkor autópályán ott nekiálljak fékezgetni. Menjen, hát lehet egy siet, vagy oka van rá. Ma egyébként több volt, mert a körúton három ilyen volt. Ugye? Három ilyen volt, szerintem időjárás. Magyarázza meg ezt nekem valaki a lélektanát ennek, hogy mi mit mondhatott, mert ott ült mellett a riadt kis asszonykája, tudod, aki szerintem, Géza, papa, ne menjünk gyorsan. Biztos nem Kornél, vagy nem tudom, mint a már. Géza! Hívjuk papának, enged már el. Nem bántod a Gézákat. Enged már el, ne csináld már, tudod, a mamák meg ugye próbálnak ilyen. Tényleg, ne legyél már ilyen. Nem, szerintem neki pont olyan az agya. Na, nézd már, tehát ő még teszi a lovat. Ne engedd el, Géza, ne engedd el. Láttam még hármat most ide befelé jövő? Végig a Hungária körúton. Lehet, hogy valami világtalálkozó lesz. Önkéntes rendőrök világtalálkozója. Igen, lehet, hogy valami önkéntes rendőri Vienával megállott emberek találkoznak. Így, ahogy hallgatok, mondd már rendszámát. Nem akarom, de nem, tényleg nem csinálunk ilyet. Nem mondom már rendszámát, csak próbáljuk a lélektanát ennek megfejteni, hogy mi. Meg amúgy is kint hagyta a papírt, amire felírta. Aztán a másik meg ma már fönn lesz a használt autón, hogy rendszám a telefonszámat, sajnos a telefonszámat nem tudom, pedig föl lehet rakni az autóját, hogy 1 millió áron alul családi okok miatt eladó. Csak éjszaka hív, nappal dolgozom. A gyerekek tényleg, szóval nem tud. Az a jó egyébként, arra jutottam már, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy már nem bosszantom föl magam, és ez nekem egy tök nagy tanulási folyamat. Egy kicsit igen. Hogy ne, már csak nem. Az időt néztem. Már úgy jól esik róla beszélni, meg úgy témának jó, de hogy már csak úgy az időt néztem, hogy menj már, de már nem az, hogy megöllek, bebegyek mellé, kicsit visszafékezek, rádudálok, integetek neki, hogy rohadj meg. Semmi, elmentem, nem is dudáltam rá, mentem tovább. Tehát már nincs az, hogy 180-as vérnyomáson megyek a mögötte. A két gyerek meghozta az agyad, látod? Lehet, hogy már én is úgy lenyugodtam, igen, véhülye. Hogy Istenem, add, hogy ne Kossuthot hallgassam. Istenem, add, hogy a mama esetleg szeressen minket, és ezt most végighallgassák. De jó lenne. Komolyan mondom. Tessék írni. Hallgatlak, te ficsúri. jött egy esemény. Na mindegy, úgyhogy hát a bácsi elintézte a reggelt egy kicsit, hogy pont ide érjek. Már zene szólt, mikor bejöttem ide a stúdióban. Sőt, már az openerünk. Ne estél pont. Igen. Nem, nincs neki lélektana szerintem. Lehet, hogy eszébe se jut, hogy van, aki direkt, tehát szerintem tényleg direkt nyomja. Ilyen nincs, hogy láttam rajta, hogy ahogy ott csak vagyok. Csak előre azért, néz, meg hátra néz, persze. Meg oldalra néz, és látja, hogy azért olyan sok autó nem haladott a környéken, nincsen olyan nagy forgalom. Meg ha mindig úgy csinálsz, hogy gyorsítasz, aztán beérsz valaki mellé, és akkor hirtelen lelassítasz, tudod, mindig nézed a szögeket, mert az öreg nem volt rossz, azért láttam, mert mindig figyelte a szögeket, hogy hol tudnék pont elmenni, és mindig zárt. Tehát mindig úgy ment, kicsit ügyesen csinálta egyébként, mert mindig jól zárt véhülye. Hogy tényleg jól csinálta. Tehát láttam, hogy utazik arra, hogy ez most megleszek büntetve. Nem volt ügyetlen. Nem volt ügyetlen. Van az, aki simán megy egy 60-at érte, egy 50-et a 70-es úton. Kiszúrott, hogy ki az, aki nem vesz észre, és kiszúrott, hogy ki az, aki szerinted direkt szöget zár. Mert ott azért vannak tempóváltások. Aha. Aki csak megy és nem néz tükörbe, azon látod, hogy ennek atombombát ledobhatnak, ez megy. Akkor is ő elindul a piacra, ő elindult, tudod. Szóval voltak precíziós, finom kormány mozdulatok. Volt egy kis gyorsítás, tempóváltás, fékezgetés, tudod. Autós kesztyű volt, azt nem tudtad megfigyelni. Tessék? Autós kesztyű. Azt nem, mert elmentem mellette, nem is néztem át. Egy igazi profil. Lehet, hogy minden reggel így kezdi a napot, érted? Be az autóba, megigazítja maga mögött a kis golyós hátvédő. Ő beköt, minden. Ez az a típus egyébként. A műszerfalat, sok éve vagyunk már. Ma is nem elünk ki az utakra. Ez az a típus, aki aztán mellett, ha elmész, akkor meg azért át se néz, tudod, csak ilyen riadtan így 3 centire a kormánytól, így akkor meg már nem mer átnézni, tudod.
nem integettem át semmit, csak átpillantottam, de mentem tovább, de láttam, hogy azért nem mer átnézni, hogy na belenézek a szemedbe, te kis ficsúr, hogy akkor téged szivattalak, akkor már úgy csinál, mintha ott se lennél, tudod, ha véletlenül meg tudod előzni. Valahol lágymelyesít végéig tartotta magát az öreg. A szerelmi út elejétől, gondold el? Az kemény. Gondold el, hogy ez azért az kemény volt, igen. Azért meglepődtél volna az öreg, így mellemutat a szemébe két ujjal. Igen, figyellek. És azt egy fölteszi a középsúlyát. Mondjuk azon rögtem volna. Vagy egy ma, várjál, egy ma mer lett volna. Ezt neked, te gyökér! Hülye briganti! Te gyökér! Te gyökér, ezt megkapod! Azon mondjuk teli szája rögtem, hogy jól van, mert te győztél, mert tényleg egy percen van még, hogy végigérjek ott a nem tudom, Hungária, hogy beérjek. Úgy, igen, az vicces lett volna. Igen. Hová rohász, hunikák? Nem veszed észre magad. Na mindegy, úgyhogy hát volt egy kis izgalom így kora reggel. De nem tudom, az egész csinálja. Világ meg van őrülve. Tegnap például nem köszönés mániás nap volt. Na, majd ez lehet, hogy... Nem köszöntél senkinek. Nem én mindig. Hogy lett? Ne, én rendes gyerek vagyok, én bemegyek valahova, akkor köszönök. Tegnap el kellett mennünk Somával vásárolni néhány dolgot, meg az óvodába is mentem befelé, és így jönnek ki olyan koma anyukák, apukák, mikor én odaérek 4 óra, mint 5 perckor mentem a gyerekekért, vagy hát mentünk közösen, mert ugye szétválás volt, iskolai előkészítőre kell járni a Pannának, úgyhogy anyja odament, mi megmentünk a férfival bevásárolni. De és így köszönsz a kifelé jövő embereknek, mert hát, hogy mégiscsak egy óviba jársz. De még akkor is, ha nem is a mi csoportunk, csak én mondtam, hogy sziasztok, jó napot kívánok, és így ilyen 50%-os rátával mellé találtam annak, hogy van-e valaki, aki visszaköszön. Ez Ovi? De lehet, hogy nekem szól, most nyilván. Ovi? Ugye? Ez Ovi volt. Ovi nem volt. Kedvellek annyira. De oké, okay, de akkor is egy ízért nem egy hello, szia. Ez róluk szól, nem rólad. Én most azért mondom, hogy nem jó a felmérés, mert azért bennünket ismernek, és hogyha valaki nem köszön vissza, annak lehet akár érzelte. Na most gondold el, hogy az mit élhetett át, akit egyáltalán nem ismernek. Tehát, hogy aki nincsen a rádióban, mert lehet, hogy ez az 50%, aki visszaköszönt, az azért is köszönt vissza, mert egy rádióban vagy műsorvezető. Az összes többi ember, aki viszont idézőjelben nem minőségi kategória, természetesen hétköznapi ember, akit nem ismerhet sehonnan, azok mit kaptak? 10%-ot? Az lehet, hogy senki nem köszön senkinek. Nem köszönt vissza. Vagy például a boltba bemenni. Az tök érdekes, hogy volt olyan eladónéni, akit szintén nem érezte ezt kötelességének, vagy így jó fejségnek, hogy hello, sziasztok, vagy jó napot kívánok, és a vásárlók is, ha így jönnek be, akkor ez így nem divat. Vagy én hülye vagyok, hogy már nem kell. Én komolyan mondom nektek, hogy én az üzletben egy picit még inkább nehezményezem, amikor nem köszönnek vissza, és köszönsz, mert én azt gondolom, hogy a szolgáltatás a része az udvariasság. Igen, de ez nálunk is jelenség az óvodában, hogy vannak szülők, akik nagyon helyesek, és köszönnek, és úgy felveszik a szemkontaktust, és van az élet terhét magánhordó, mogorva az életet, a gyereket, az óvodát, téged, a te gyerekedet, a te családodat, a te kabátodat, a te gyerek átöltöztetésedet utáló szülő, aki az Istennek se akar köszönni. És de látod rajta, hogy a világ fájdalma cipeli egyébként, és gyűlöl mindent és mindenkit, tudod a gyerekedet is megölni, és nem. Ezt én is tapasztalom egyébként, elég sokat megyek a Benér délután, és nem. Vannak, akik hello, szia, és dumálsz, és tök jó fejek, és van, aki, van a félköszön, az olyan, aki csak úgy elenged valamit, de nem tudod, hogy csak jött-e valami a torkából, vagy valójában köszönte, és van, aki viszont totálisan, közönösen veszi a te köszönésedet, és semmi. De én tudom, hogy hallja. Hát persze, hogy hallja, egyedül jön ki, vagy ő jön a gyerekkel, én megyek be egyedül, van egy beléptető kódos ajtónk nálunk az óvodában, és van előtte van egy kiskapu, ami ilyen reteszes, tudod, hogy a gyerekek ne tudják. Na, ott állsz, megállsz a retesznél, főcsattintod, ő már jön ki, van olyan, hogy el is engedem, mert Igen, hogy kinyitod az ajtót, és engeded ki, és köszönsz egy nagyot, te kinyitottad a reteszt, és semmi. De én erre felállítottam egy teóriát. Ugye volt egy hónappal ezelőtt egy kirohanásunk az SMK-sok ellen, ahol én elmondtam, hogy szerintem minden SMK-s picit bolond. Aha. És én akinél ezt látom, hogy se szemkontakt. Az SMK-s. Jó van, SMK-s vagy utálsz. De hangosan mondod. De nem jó, mert aztán rájövök, hogy 16 SMK-s van. Igen. Tudod, annyi nem lehet, mert van, mit tudom én, 4 csoport. És ez is megint szegény SMK-sokon csattan. Akik mind köszönnek azóta. És azok mind köszönnek, szegények még pont változtattak, de én ezzel magyarázom. Tehát én egy ilyen ideológiát tettem mögé, hogy jó van, te is biztos hallottál minket, megbocsátok, SMK-s vagy utálsz. Hogy azért nem. Mert én elmondtam, hogy szerintem az SMK-sok kicsit zavarodottak. És a 8. szülő se köszön, tudod. Akkor jó. Mondta is magadnak. Jó, SMK-s vagy. Utálod a Balit.
És akkor én elviszem a balhét. De a Viki is megy, és ő is érzi ezeknél a szülőknél. Tehát nem nekünk szól, vagy neked, vagy nekem, hanem nekik valahogy ez úgy nem megy. De ugyanez a bolt is. De most már a vásárló se köszön, ha bemegy. Mondjuk akkor de akkor például, ha vásárlóként bemegy valaki, és nem köszön, akkor a boltosnak kell köszönni, jó napot kell, kedves vásárló. Hát így, figyelj, nem? Ha nem az van, hogy mint a 30-nál a pultnál, és akkor éppen kiszolgál, vagy van valami más dolga. Hanem egyedül van, akkor az, hogy jól esik. Én szeretem ezeket a régi, úgymond békebeli, ilyen kis szokásokat, hogy valahogy hogy jól esik az embernek. Rád köszönnek elő. Tehát, hogy kell. Mindenkinek jobb úgy. Egyszerűen kellemesebbé teszi a napodat. Na ez volt, de ez tegnap valahogy így hatványozott, nyilván eddig is ugyanígy volt, csak nem figyeltem rá, vagy nem vettem észre, de azért nem jó a mi felmérésünk, mert ismernek bennünket, most lehet, hogy ő tényleg utál, hát hadd utáljon az a nincs. De egy hello, akkor is belefér. De akkor is bele kéne férni, de a hallgatók majd biztos megírják, hogy divat-e, hogyha te mész óviba, gyerekért köszönsz, akkor ha nem is vagytok csoportársak, jó, mondjuk én a csoportársaim felét nem ismerem meg, vagy a gyerek csoportársát, mert ilyen arcmemóriám nem erős, ahogy szoktuk ott mondani. Ezért igen, de egy hello az úgy valahogy jól tud esni. Jól esne. Egy ilyen hello, köszi, tudod, hogy kiítottad az ajtót, levetted a kurgulit, vagy mi az, amiben tudod, ne tudjon a gyerek kimenni, mert ez itt fölnyújtózkodsz, nyitod, kiengeded, az ő gyereke már föl van öltözve, te egyedül jössz, jöjjenek ki, semmi elmegy mellett. Szomorúak, fáradtak ezek az emberek, nem? Vagy mi hát, lehet. De amikor például elmész a gyerekedért, után négy akkor nem örülsz neki egy kicsit, hogy látod? Vagy csak a baj van vele már megint? Hát mondjuk ez szubjektív, mert nagyon kis simán még fél hatig ott hagyná. Tehát, hogy annak nem tudom, hogy mindenki örül-e, mert tudod, lehet, hogy már fáradt vagy, vagy nem tudom, de csak nem szoktál elengedni egy ilyen vissza is én köszönök című ilyen fél mondatot? Nem? Nem. Semmi baj, köszöntem, tudod, nem? Néha olyan napon van, néha nagyon ritkán elengedek. Vagy elfordul neked is szép napon. Igen, vissza is én köszönök. De csak egy ilyet, tudod, igen. Vagy elkezdek köszöngetni, mert hello, sziasztok, nincs válasz. Ó, szia, Feri. Na, igen. Vagy szerintem egyébként jó. Sehol? Na, jó. Igen. És az automatikusan tegeződő 20 éves hostess lány, aki nem tudom, miben fárad bele, és mitől lett morcos, meg mitől lett mogorva az ügyintézéseknél, aki nyomkodja a gombot és adja neked a kis cetliket, aki elviekben azért van ott, hogy segítsen neked és az ügyintézést kicsit gördülékenyebbé tegye. Na ebben azért nem tudok melléd állni, vagy bárki mellé megutálom. Mert szereted a 20 éves hostess. Szomorú arcú. Egyrészt nagyon szeretem a 20 éves hostess lányokat, kettőt gyűlölöm, ha lemagáznak. Hogy fiatalabb lemagáz, a hideg kiráz. Tehát nekem egy 20 éves azt mondja, hogy üdvözlöm. Nem ebből is érzed, hogy öregszel. Tessék? Én általában nekem mondja azt, hogy szia. Akkor úgy tudod, hogy 20 éves, hogy figyelj, hát azért még most egyedül lennék, még akár föl is szedhetnének, tehát nem magázzál már, érted? Tehát, de ezt így el is mondod? Nem, ezt gondolom. Hallott, tehát, hogy ez egy 20 éves azt mondja, hogy elnézést, elnézést, miben segíthetek? A bankba jött? A bankba jött, mondja nekem egy 20 éves, tudod. Aki kettőt ránézek, még el is jönne velem, tudod. Tehát én rosszul jött a magázástól. Az a baj, hogy ez nem a kedves előzékeny tegeződés. Tehát amikor úgy érzed, hogy úgy kedves, meg jó fej, meg úgy partnerként kezel, hanem ez a... Ez policy. Figyelj! Tegezzel le inkább kevésbé kicsit bunkon, mint magázzon le nagyon kedvesen. De hát tényleg, nekem, én azt viszem. Tehát de nekik mondjon egy flegmasziát, mint egy nagyon udvarias jó napot, uram. Aranykártya, hátranézek. Telefonszám, igen. Miért nem mondtad? Nem kérdezted. Jó, ha undok, azt megértem. Ha undok, megértem. De én a magázat fiatalabb lemagáz. Ha te vagy itt azért, hogy segítsél, akkor inkább ne segítsen. Akkor hagyjad, engedd el. De nekik ez előírás, nem tegezhet le téged. De ugyanakkor lehet, hogy előírás, de én arra gondolok, hogy azért tegezett le, mert kicsit azért még beleférek a tegezésbe. De nem. De hallod, de nem. Te ugyanígy kitok borulja egy 18 és azt mondja, hogy csókolom, tudod? Tehát, hogy így... Hát igen. Hát pedig ő elment. Azért már a fiad, lányod lehetne. Akármennyi is tragikus a dolog. Hát az azért nagyon-nagyon-nagyon gyorsan össze kellett volna, hogy jöjjön, de matematikai értelemben már igen. Már igen, mert 18, képes 36. Hát az már a lányom lehetne, igen. Igen. Ez milyen menő lenne egy 18 éves lányom, nem? Nem tudom. Ez is egy örök vita egyébként, hogy mi a jobb fiatalon bizony. Túl lenni bizony. A dolgom. Akkor vagy már képes voltál rá, csak hála Istennek, nem lufit fújtál belőle. Igen. Ne, sose használtam, csak kiszálltam Kelenföldre. Szóval nem, a magázás az engem jobban bánt, ha illedelmesen lemagáznak, mint ha undokul letegeznek. Igen, hogy ez milyen típusú tegeződés. Tehát tudod, ez a... Már megint itt van egy. Már minek jönnek ide. De látod, milyen szubjektív minden, hogy ki hogy olvas egy bizonyos dolgot. Tehát igen, igen. Ez érdekes egyébként, igen. Én a tegezést, a magázástól attól behalok.
Na, gyerekek, na mindegy, szóval hát ez volt, igen. Nem jó, azt mondja, hogy jó napot kívánok, miben segítenek, miben segíthetek, A verzió, B, hello. Igen, ez na, neked jó? Én adom a hello. Vagy nincs köszönség. Én adom, ott áll egy 22 éves hostess lány, és nekem azt mondja, hogy szia, akkor én annak nagyon tudok örülni. Azt mondja, hogy jó napot, bankba jött. Igen, és a kalapomat a Skodába hagytam, igen, és de itt hagytam valahol a botomat, tudod, tehát hogy, de nekem egy jó indulatú szia, segíthetek, tudod, 20 éves, kicsit rád néz, hello, segíthetek, tudod, azért nekem az hát, a jó, így mondja, hogy hello, hármat tovább egy bárpultot, érted? Kicsit tovább mentem, igen, hello, segíthetek, és megnyalja a mutatóját, tudod. És végighúz a dekoltázsán a köldökét. Csak egy pénztári bejegyzés kifizetés nyomjál nekem, légy szíves, kicsim közt, tudod, aztán leülök. Szóval nem tudom, igen. Jó, a nagyon undok magát. Bemész, csak annyit mond. Igen. És érzed a igen. Nekem abban kihívás van, hogy mosolyogjon egyet. Én azon elkezdek egy kicsit melózni. Most nyilván nem azt mondja, hogy lemegyek a bankba és helikopterezek. Ezt nézd, ezt! Hello, még jó vagyok, fiatal! Uram, álljon föl egyet, és hagyja, és nyomja meg a kettőt. Ezt nézd, ezt! Tehát nem így, de én valahogy ezeket a típusú nőket szeretem egy kicsit megnevettetni. Ha más nem egy saját videóval a YouTube-ról. Ja, ezt már igen. Láttad. Biztos megismert. Ezt már láttad Balázs ott, ahol nézd meg? Na. Hallod. Nem úgy, de rá, még mindig. Ugye, hogy tudsz mosolyogni? Na, nyomj egy hányan kettes kicsit. Hányan látták? Hányan lájkolták? De jó, az nem. Oké. Okay. Fordított rányos. De akkor is. Igen, nyomj egy kettes kicsit. Tudod, és már meg is vagy. Hát igen. Hát, egyszerűen bunkok az emberek, akik nem köszönnek. Kinek ez a kihívás, kinek meg gázó rátírhatás. Úgy értem. Nekem az utóbbi. Ki mivel küzd? Egyszerűen nem köszönnek az emberek, igen. Szép napot írja. Jól van. Így utólag, de azért kösz. Igen. Még van egy SMS. Írja valaki, érdekes, a felháborodott Balázs, az önkéntes rendőr, pedig nemrég mesélte, hogy ugyanezt csinálja a 40 tonnás kamionosokkal az M0-áson, pedig ők is csak dolgoznak, de majd ő eldönti. Igen, na most két gyors helyesítés, csak azért, hogy tényleg igaza van a hallgatónak, ha hallgat valamit, hogy legyünk következetesek. Egyrészt én azokról a kamionokról beszéltem, akik 87%-al mennek és előznek a nulláson, ami tilos. És közben lenyomnak téged egy olyan matricával, hogy baby on board. Tehát a kettő szerintem nem ugyanaz, hogy a szerémi mész szabályosan, és a bácsi megrendszabályoz, meg a nulláson megy egy kamion a belső sávban, ahol nem előzhetne 87, mondjuk 110 és megy neki hátul a lökhárítódnak, azokat valóban egy kicsit el szoktuk kezdeni megrendszabályozni, de ezt nem lehet a kettő között párhuzamot vonni, nem? A papper a szerémén, a belső sávban teper párhuzamosan, és a 110-el menő kamion a nulláson, aki egyébként gyereket, anyát, nem kiskocsit, mindenkit kettő, leszólít, úgyhogy nem előzhetne, nem mehetne 110-el, és bejön a fenekedbe, úgyhogy majdnem neked jön. És az esetek többségében mondjuk román kamion. Meg a 40 tonnás nem ugyanaz. Megint ugye elő. Nem, hát szerintem ők egy picit ott azt talán jogosabban érdemlik meg. A kettő nem ugyanaz, de hát ezt nyilván mindenki döntse el maga. De köszönjük az észrevételt. Hogy állunk játéka? Jól kezdtem a hetet. Igen, egy csúlyt. Oda pirítottál? Igen, akkor egyet hoztam tegnap. Jó van, király vagy. Így van. Fél hét múlt pontosan. És hozom fel az Instagramot is. Na, a függékkel. Gyerekek, alternatív elit társaság az Instagramra jön, a Facebookot is követi természetesen, mert fontos, de gyűlik a Morning Show.hu-n. Ott egy más típusú képfelhasználási mód. Hát igényes szórakoztatás folyik, ugye ezt így hívják, jól emlékszem. Bárcsak egy kicsit többet tudnék. A kultúra, mint egy buzgár, így tör fel. Az Instagram egy szűkebb, de nagyon elit társaság, úgyhogy tessék bennünket az Instagramon is megtalálni. Lehet jelentkezni játékra, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk. Ákos, ide jutam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 7 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk. Azt nézem, hogy milyen közlekedési híreink vannak. Van egy kettő jött. Van, vagyok ott. 51-es úton Áporkánál nagyon nagy baleset van. Ezt Sanyi küldte nekünk. M1 Győrtől Bicskéig tiszta és eseménymentes, ügy Tócsa. Igen. Áporkánál felborult egy autó, és félpályás út zárva emiatt. Ezt Mészi küldte nekünk. Igen, ez az 54-es. 51-es úton van, a 34-es kilométernél. Autó tetőn, ráadásul az árokban. Ezt Marci is elküldte, köszönjük szépen. Na, hogy is állunk? 1-0-ra vezetünk. 1-0 ide. 1-0-ra vezetünk, így van. Mert hogy tegnap te behúztad, vagy kimondta, vagy mi volt? Kimondta. Már nem János, hanem ugye a hallgató. Igen, egy ideig írta, kerülgette, és aztán egyszer csak bedurantotta, ugye? Talán egy igent. Bebizony. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó.
fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Bárányfelhős, szép jó reggelt! Azt a kutya fáját, hogy a boldogság csókoljon homlokon, te! Madárcsicsergős! Boldog örömmel köszöntelek! Madárcsicsergős, jó reggelt! Ennyi negédességet, hogy nem bírok, sót akarok. Igen, egy műsorvezető azt mondja, madárcsicsergős, jó reggelt, atyaisten! Az már lejárt lemez. Az nagyon, mégis sokan használják. Hello, hogy hívnak? Sziasztok, Tibi vagyok. Tibi, szia Tibi, honnan hívtál Tibi minket? A Borsó kuti pihenőben tartózkodom jelenleg. Félreálltam, az M3-ason van, a 82-es kilométer kőnél. M3-os idáig balesetmentes és jól járható. Köszönjük szépen. Nagyon. Írt és nyomatok nektek. Nagyon jó. Kivel szeretné játszani, Tibi? Legyen a Feri, mert Balázs, ez nem a te napod, te maradj csak a gödörben, ahol eddig is voltam. Nem tudom, hogy te hol vagy. Hát ne haragudj, ez jó kérdés, ezt nem tudom. Egyébként jöttem előre a múlt héten. Két nyert játéka van a múlt hétről, úgyhogy ő jött előre most. Hol tartasz most, Balázs, a Szamáron ülsz, vagy csak nyergelted? Hát a Szamár mellett kezdtem. Fölültem, ott hagytam. Óvatosan közelít hozzá. Közelítek a lovarda felé. A kilovagolás még messze van. Megyek a lovarda felé, ott vagyok most éppen. Na mindegy, nem leszek partner, hogy ebben segítsek neked, de hogy reggel nem a te napod volt már, hogy az a úgynevezett mergás. A bácsi. Megindította a kis babocskádat. Jó, legyen a Feri, rendben van, nincs az a baj. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire. Kamionozol, Tibi? Furgonnal járok. Aha. Úgy hallottam, hogy szakács vagy. Főzök, így van. Szoktál főzni? Uh-huh, szoktam. Te is? Előfordul, de általában ezt a fajta tevékenységet meghagyom. Asszonyfőz, ugye? Asszonyfőz. Így van. Mit viszel, Tibi? Én alkatrészeket szállítok. Uh-huh. Jól olvastam Veszprémből, ugye? Jól olvastad Veszprémből, így uh-huh van. Milyen színű az autód? Valószínű. Valószínű? Az egy szín? Kimondhatatlan a színe? Ki lehet mondani, csak veszíteni. Nem megengedett. Ott a vége, nem megengedett! Nem megengedett. Éj, pedig de jó játék volt! Szép volt, Feri! Hát figyelj! 45. Jó voltunk. Igen. A fiost akartam mondani, na mindegy. De se baj. Ilyenkor miért nem hazudtok én ezt sosem? Mondjuk egy magam ellen beszélek egy kicsit. Tehát gondolom, hogy egy fehér furgonnal járod az országot. Miért nem mondod, hogy piros? Hát senki nem igen látja. Tényleg, ha bármit mondtattál volna. Hát ez most nem jött be. Tibi, de nagyon jó volt. Tehát nagyon. Annyira ütöttük, vertük egymást. Ugyanaz a stílusotok, ez a alapfokú magyar nyelvtanfolyam. Igen. Hát az lett volna, igen. Tehát volt meg unatöcsön, mert több mint fél órán keresztül tüszöltük egymást. Igen. Tehát szoktunk ilyet játszani, de hát... Fél óráig nyomtátok a fekete-fehért? Igen. Az SMS-ed az nagyon jó volt, nem köszönök, az utcai harcot megnyertem. Következik a verbális csata, a vén hülye. Ez volt a Tibi SMS. Igen, szellemes volt. Jól van, hát köszönjük a játékot. Ez ma ennyi volt. Mindig vigaszoljon a tudat, hogy jó játékos vagy. Jó, ügyes. Jó, tényleg jó játszottál, kicsit a végét elkapkodtad. Majd egy visszavágot legközelebb egy fél év múlva. Jó. Jól van. Köszi a játékod. Én köszöntöm, további szép napot. Hello. Sziasztok. Hello. Na jó van. Na, hát 2-0. Gyerekek, menetelünk. Sose rosszabban. Ez a múltkori univerzum királya odaadása, ez bennünk mély nyomot hagyott. Tehát idén erre esélyt se szeretnénk adni semmilyen szinten, és 52-ből 52-t behúzunk. Mennek, így van. Érted, majd visszaveszünk azt a címet. Hát most. Igen. Csekkoljuk, hogy Feri kimondta, egy többen írják, de nem volt így szerintem. Van. Nem volt. Igen, kihal az az uralkodó ház, figyelj. Egy így van, mondott a Feri. Így van. Ezt mondta, hogy főzök, így van. Főzök, így van, de meghallgatjuk és bejátszuk, jó? Hogy mindenki, minden önkéntes rendőrünknek nyugodt legyen a lelkiismeret. Nehogy aztán erre menjen rá napotok, hogy... De köszönjük az észrevételt, Géza bácsi. Halára idegesítitek magatokat, hogy a szemét rohadékok elcsalták a... Az nem engedi előre a kamionost az egyik, a másik csalajátékban, és nem is köszön. Igen, a szemét. Na jó, van. Egy perc van pontosan, 7 óra, jövünk át. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
7 óra múlt pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, kedd van, és egészen jó idő. Abból a szempontból legalábbis, hogy nem nagyon esik semmi. Országszerte is nincsenek mínuszok sem, plusz 1-2 fok van, ami így januárban egyébként egészen melegnek mondható. Hidegebb szokott lenni. Így van, és nem lesz retro napunk a nem. Kicsit Danubiuszos hangulatot árasztottunk. Igen. Az elmúlt percekben. Egy jó kis Backstreet Boys, igen, de az Everybody nem a mi kezünk van benne, tehát nem teszünk be zenét. Ez all right. Most még igen, nem bírjuk, nem szól. Igen, de szóval, hogy Backstreet Boys volt, igen. Többen kérdezik, hogy retro nap, nem, ez nem, be volt. Nem. Csak úgy jött. Be volt szerkesztve, így van. M1-es 71-es kilométer után Bécs felé a belső sávban fatörmelék van, mindenki vigyázzon. Régi 2-es Vác kivezető Pest felé van egy baleset, ezt Robi küldte nekünk. Aztán az 51-es főúton Áporkánál nagyon nagy baleset van, ezt többen elküldtétek, köszönjük szépen, Mészi is, Marci is, Sanyi is. Igen, a 34-es kilométer után autó tetőn, méghozzá az Árokban, és emiatt van félpályás útzár, úgyhogy hát ott is kicsi dugóra lehet számítani. Na, visszahallgattuk, mondod. Nem mondta ki a Feri. Nem mondta ki. Többen írtátok, de nem mondta ki. Azt mondta, hogy... Főzök, így van. Azt értették néhányan igennek. Figyeljél oda legközelebb jobban. Mielőtt megrendszabályozol bennünket, de lehet egyébként nyilván írni, észrevenni, de nem mondta ki a Feri. Azt mondta, hogy főzök, így van. Nem azt mondta, hogy főzök, igen. Az így van egy picit halkabb volt. De nem, azt hallhattátok igennek, de nem volt. Na, volt 2-0 ide, jó, persze, hogy fáj, mi is értjük. Na, ezt most jól benyomáltátok. Persze, hogy kimondtad, de nem gondoljátok, hogy elismerem a élőadásban. Balekok, persze, hogy hazudunk. Nem, tényleg nem mondtak. Na, hát ez van. Reggel beszélgetünk a különböző féleképpen köszönő, illetve nem köszönő emberekről. Most ráköszöntem valakire, aki jött befelé jövet, és ő az a típus volt, akinél nem tudod eldönteni, hogy visszaköszöntél, vagy sem. Morgott valamit? Hát, de nem nézett rád, ugye? Tehát kicsit így oldalt. Gyorsan elkapta a tekintetét, és jó reggelt kívánok! Na, de legalább morgott valamit. Hát igen. Az már nála lehet, de hogy nem azt tudom, jelenti. Hogy ezt morogta, hogy rohadjál meg. Rohadjál meg, mit tud varjas kocsit. Igen, helyezd be lesz ez a kis majom. Igen, mit tud varjas kocsit, igen. Na. Még egy kis segítséget hadd kérjek már. Kérjen. Na, megköszönöm a cipőfűzőt. Igen, létszes, nem bírok lehajolni. Nem, hogy mi van a Szél Kálmán téren. Elkezdték tegnap. Átalakítások. Tudom, hogy az van. De hál' Isten. Ha valaki ott van, írjanak metro már, jó? Metró megálló. Annyira kíváncsiak, mert ez 2 évig fog tartani, csak szólok. Bizony. Aki igen, muszáj gyorsan venni. Felújítani, most már le kell hívni az EU-s pénzeket, aztán nem kezdjük el és nem fejezzük be, bukjuk a támogatást, úgyhogy azért ez a nagy sietség. Egyelőre annyi van, hogy a buszsávot, ott ugye a buszmegálló rész, azt elkezdték feltúrni. Aha. Igen. Akkor még nincs nagy... Még hát ha van förtelmes része Budapestnek, az a Moszkva tér, vagy hát ugye Szél Kálmán tér. Ám most már szépült egy kicsit. Mondunk, mondjuk Moszkva teret, hogy az oroszok megnyugodjanak, nehogy behívjanak valakit vizitre, hogy Moszkva tér is megváltozott, és most mi ez a Szél Kálmán, miért nem Moszkva? Szóval, hogy hát ez valami szörnyű. Hát a hivatalos hát az most az, hogy autóval a Margit körút irányából, a Krisztina körút felé csak 2 sávon lehet balra kanyarodni. Ez az egyik. Te, hogyha valaki aktuális információkat akar a felújítással kapcsolatban, az a BKK Szél Kálmán tér. Igen, tulajdonképpen annyi a lényeg, hogy jössz a Mamuttól ott a 2 sávos körúton, akkor lassan tudsz átmenni, tehát érdemes elkerülni szerintem azt a szakaszt. Igen, de a jelentősebb átalakítások ezek január 17-18-ai hétvégén kezdődnek. Tök majd jó. El, onnantól kezdve lehet számítani a totális káoszra. Igen. Szóval, hogy az szörnyű az, a Moszkva tér. Mindennel hát együtt, ahogy retro, kinéz. Retro, lejáró, metró lejáró. Az már az a baj, hogy retrónak sem mondható. Tehát a szociálnak sem mondható. Az egyszerűen szörnyű. De tényleg van 30 évvel ezelőtt egy ilyen moszkvai külvárosi részhez hasonlít. Hát szörnyű. Hát nézd meg, milyen szép lesz ahhoz képest. Hát ennek most már azért a 21. században egy világvárosban, egy parknak, egy térnek azért így kell kinézni, hogy ez kifog, hát ami ott van. Voltál mostanában Moszkva téren? Mentem oda. És sűrű járok arrafelé kocsival, gyalog, nem? Egy hónapja körülbelül. Mondjuk, hát ez... Ja, várj csak, én csak a Mamutig mentem. Az hát, még nem azért az egy szép rész, ott a Szénatér, a Keleti Károly utca,
ugye a mamut az szép. A francot jöttem egyszer az Attila út felől, akkor keresztül kellett menni ott a síneken egy ilyen kis izé út. Ott levágod, ott le lehet vágni, igen. Szóval annak azért itt volt az ideje, szerintem. Hát, én annyiból osztom a véleményt, hogy persze nem volt soha nagyon szép a Moszkva tér, viszont rengeteg jó dolog volt ott környéken. Én például ugye onnan mentem fel a hölgyekbe, meg onnan mentem fel a vár, volt egy nagyon jó palacsintázó. Na de ott akkor a vár a jó dolog, nem az, DJ, hogy onnan mentél. De végül is ez egy frekventált hely volt, a hamburgereseiről meg nem is beszélve, mert azért ott volt. Azt a hamburgerest valaki mentse meg, telepítse át máshova, aztán szerintem semmi más. De volt egy retro hamburgeres? Klasszikus retro hamburger? Az, nagyon az. Jó, nagyon híres a Moszkva téri hamburgeres. Ott van-e még, azt nem tudom. Kosz, mocsok, mindenhol csikkek, trafikok, egy büdös metró lejáró, hát ez a, és kutyaszar mindenhol. De no. Tényleg. Hát szóval, hogy valami szőr. Én nagyon sokat jártam, mi laktunk is arra ott a második kerületben, a Szénatér keleti Károly utca, ott vártam, ott volt a Vörös Kereszt, és nekem ott dolgozott a nagymamám a Moszkva téren. Emlékeztek, egy piros zászló mindig kint van ott a Moszkva téren. Hogy emlékeznénk, új kígyóson laktam, amikor nagyanyám ott dolgozott. És ott dolgozott a Moszkva tér Vörös Kereszt, és álltunk mindig a testommal a Moszkva téren, és vártuk, hogy végezzen a munkát. Gyűlöltük. De azt már eltakarítottál. Hát de oda kittelt azóta már más kutya is. gondolom én, szóval. De szép lesz viszont. Azt láttam, hogy nagyon, nagyon komoly tervek ott vannak. Ott vannak ugye az ilyen feketén foglalkoztatott munkások állnak sorba, igen, az is meg van még. Ott szoktak reggel randizni. Ugye ilyen alkalmi melót akarsz magadnak, akkor oda kiállsz. Te, meg ti. Sanyika, a lapátot ott van, vigyetél, húzza, csinálj erre. Igen, és akkor jó lesz. Lerakták ezeket a műanyag kartondobozokat, arra három árus lerakott valamilyen félig megrágott ilyen tükrös mézes kalácsot, két matyóhímzéses levet, ilyen sárgafoltos terítőt, és akkor tehát, hogy ilyen jaj, tudod, az egész már. Ezt most így leírtam neked? Nem? Jó? Ez most így lejött? Mert nagyjából ezeket tudod, ezek a klasszik kartondobozon árulunk, amit jön a rendőr, gyorsan elpakolunk, elrohanunk, nem jön a rendőr, visszapakolunk. Szóval, fú, hát az úgy, hogy van az egészet. Tényleg le kell bontani. Nulláig szerintem. Újra is építik a metró lejárót? A metró megállót is lezárják. Én megtartanám, azon. Le lehet menni metróval, két nap vagy három nap lesz, amikor nem tudsz kiszállni majd a metróból, a Moszkva téri megállónál, mert azt is újraépítik. Zöldet raknak, parkosítanak, hüvesítenek. Tehát tényleg nagyon szép. Az egyik, hanem a leghosszabb mozgó lépcső, ezt mindig így imádtam. Mindig az volt az álmom, hogy egyszer le kéne rajta menni síllicccel. Hát még kipróbálhatod. Akkor most csináld meg, mert mindjárt menőség lenne. De és az neked maga az utazás volt? Tehát Kőbányáról, Lőrincről. Az nagyon durva. Mindig mentünk ki a Hűvösvölgybe videózni, még itt 80-as évek elején, ott volt egy ilyen kis étterem, egy ilyen kis vendéglő, és akkor oda ilyen teljesen adhok jellegű, mindig betoltak különböző filmeket. És akkor kimentem, és egy pogácsa meg egy kóla mellett, ott elnézegettem mindenféle ilyen filmeket, amiket otthon nem tudtam megnézni. Volt, hogy kiautóztam, hát nem autóztam, ki metróztam, ki villamosoztam, ki buszoztam, aztán ezzel elment mondjuk 2 óra oda, 2 óra vissza, és nem raktak be egy filmet sem. Akkor megérted. Rohadtul nem értem, persze. Nem. Én szerettem. Na, meglátjuk majd, mi lesz. Mi lesz belőle. Na, 110 millió forint értékű hajfestékkel bukott le két portugál csempész. Hát a történet az rettenetesen szeretnivaló. Én ezt az egész drogcsempészetet egyébként nem nagyon értem. Sok kérdés van. Ugye ez a Liszt Ferenc repülőtéren történt, és kiderült, hogy ezekben a hajfestékes kis tasakokban természetesen drog volt. 82 hajfestéses tasakba közel 7,5 kg kokain került. Óriási a sztori. Óriási a történet, ugye elkapták őket, és kiderült, hogy portugál csempészekről van szó. Nagyon-nagyon sok a kérdés. Hogy ha én szeretnék csempészni, tényleg, ha így életcélom lenne, hogy egy nagyobb összeget így bezsebeljek ezzel, gyerekek, eszébe jutna bárkinek is, mi a francot keres nála 82 darab hajfestékes zacsi? Hát ha nem, fodrásznak álcázod akkor magad. Akkor se viszel. 82-t nem viszel sehova. Tehát ki az a hülye, aki abba teszi bele? Hát vámosként az az első 82 darab hajfestékes zacskó. Hát persze, hogy megnézem. Kiveszel egyet, oké? Okay. Kiveszel kettőt, oké. Okay. Veszel ötöt. Mert ötöt rendben van. Ránézel a csajhajája, úgy látod, tényleg lenőtt. Jó, lenőtt egy kicsit, megérte. Az úr halánték. Igen. Jöttek a portugálok hajat festeni Magyarországon. 82. Hogy? De 82 hajfestőkes tasakban. Gondolom, ők arra gondoltak, hogy nem állítják meg őket. Tehát a tasak az bár nem olyan volt, mint egy dupla falu bőrönd, ahol ugye el kellett rejteni, hanem ők arra gondoltak, hogy ők átmennek a zöld folyosón, ahol semmit nem kell elvámolni, és az csak magát
szállította. Én nem hiszem. Bejön. Hát de kereskedelmi mennyiség a 82 persze. zacskó, érted? Tehát, hogy ráadásul az átvilágításnál azért feltűnik, hogy ott vannak mindegyik egyforma méretű, egyforma kiszerelésű tasok, tehát hogy akkor ránéz az ember a monitorra, akkor azt látja, hogy hát gyanús. Igen, tehát 82 akármilyen termék, az szerintem kereskedelmi mennyiség. Tehát neked nincs szükséged Portugáliából a kéthetes nyaralásod alatt itt 82 darab. Nincs. Hát ki tudja, hogy ott milyenek a hajfestékek. Meg lehet, hogy minden nap festesz, és egy hosszabb tartózkodás. Tehát szerintem az a leg egyszerűbben lebuktatható rész, hogy valamiből 82-t vinni, az baromság. Én azt sem értem egyébként, hogy hogyan az, hogy ők gyanúsan viselkednek. Tehát most leszállsz a repülőn. Aha. Oda kell állni, és meg kell várni a csomagodat. Már ott gyanús? Ott de mitől leszel gyanús, ha te odaállsz, és ha nem vagy teljesen hülye, és nem kezdesz el fészkelődni, akkor mit csinálsz? Kisétált az ajtón, odaállsz a futószalag mellé, és vársz. -3-ba szakad róluk a víz. Izzad? Aha, izzad, körül, a... állandóan körülnéz, nézeget, hogy jönnek-e. Szerintem ilyen. Hát meg alapvető... igazgatja a szemüvegé. Na de alapvető szabály, ha csempészel, hogy ilyet nem csinálsz. Na jó, de hát lehet, hogy nem voltak rutinos csempészek. Alapvető szabály, hogy ha hazudunk, akkor nem piszkáljuk az orrunkat. Mégis mindenki ezt csinálja. Hát persze. Persze ugye? Azt mondod valakinek, hogy aztán a világért sem izzadjál majd ott a vámnál. Igen. Ja jó, akkor nem izzadok. Most, hogy mondtad, akkor nem izzadok, ne és nem is izgulok. Ne állj egyik lábadról a másikra. Ezeket a klasszikus dolgokat nyomhatják, hát hogy biztos. Hogy toporognak, izzadnak, és mit tudom én, vakaróznak? Meg nézel körbe, jár állandóan a szemet. Tehát szerintem egy jó navos, egy jó megfigyelő. És biztos, csak az van. De, ugye csak az van, tisztelt, szeretettel. Nem ismerek rossz lakosat, kívánok, jó reggel. Hogy szerintem munkát. Vannak ilyen megfigyelők, akik kamerán keresztül nézik az ember, szerintem neki már az elég, hogyha mondjuk így jobb, nem is mozgatod a fejed, meg sem mozdulsz, a jobbra-balra a szemedet így jártatod. Szerintem az elég. Mi nem küldenek valakit terelésnek? Egy olyan embert, aki mindentől izgul. Vagy pedig olyat, akinek azt mondják, hogy van valami a táskájából, valójában nincs. Hogy menne egy portugál, aki terel, és nagyon izzad, nagyon vakarózik, és menne két nagyon profi. Így aha, egy elő terelő, és akkor kette meg át. Vagy mondjuk 10-15-en előtte 80 darab igazi fajfestékkel. És már mindenkit meg. Szaszák, hogy jó, ezt már nem pakoljuk ki. Ezt már nem pakoljuk ki. Üdös francba, takarodjatok a hajfestéketeket. Hát a... nem. Azt mondják, hogy Brazíliából jött volna a kokain Dubájt érintve Magyarországra. Minket lehet azért fészkelődtek, ha ennyit utaztak, én is fészkelődnék. Jó kis terelés. Igen, azért lenne... Brazília, Dubaj, Dubaj, Magyarország. Izland, Mongólia, Örökország. Kicsit a dolgot körbeutaztották. Így Izlandnál, elvesztik a nyomunkat. De tényleg. Én nem tudom, hogy hova tenném egyébként. Én azt se értem, hogy miért kell, amikor valahova repülsz, és viszel tápszert, azt abba bele kell innod. Na hát az... Abból mi derül ki? Hogy nem méreg. De ha nem halok meg egyből, az kinézi utána 3 perc, hogy mi történik. Tehát ha például én kábítószert viszek, mert az ugyanúgy néz ki, mint mondjuk a baba tápszerben a por. Ugye van ez a por alapú tápszer. És azt mondja, igyak bele, én ott beleiszom, attól még nem derül ki, hogy én utána 5 perc múlva mondjuk ettől betépek, vagy nem tépek be. Látja, hogy beleittem, és semmi bajom nem lesz. Az mit célt szolgálna? Veledetettek meg ilyen bébi tápszer? Persze, persze, mikor mentünk Somával. A sajátotokat? Nem, a belekellett, ebbe sincs, látja. Nekem volt ilyen, hogy megkésem, na én ezt nem iszom meg. Hopp, tudod, egyből gyanús lettem, hogy hülye vagy, tudod, van német a szörnyű. Ittál már ilyet, hát mondom, ez szörnyű, ráadásul anya te, és akkor tudod, mondtam, és akkor hajrá. Ne. És akkor megvárta. Azt az undort, tudod. Még, van még ott. Még egy kicsit. Még egy kortyot. De mi lesz azzal? Mi derül ki számára? Hát, hogy meg mered inni, mert lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ha kábítószer van benne például. Akkor nem mered meginni? Akkor, hogy nem meri, igen. Aha. Bár egy profi kábítószer csempész nyilván tudja, és hogy mennyi. És hogyha laktózérzékeny vagy? Hát a kábítószer, az nem tudom, hogy... Na jó, de hát akkor sem mered meginni a tejet, érted? Most mert te laktózérzékeny vagy, a gyerek nem. Igen, port viszek, ugye port mi port viszünk, nem keverted össze, csak vitted külön a port. Na most abba így belemártod. 6 kiló port ettem már. Belerakod az ujjadat, és megnyalod, akkor ha az kábítószer, mennyi idő múlva üt ki? Vagy Feri, ne haragudj, a kérdésed is már olyan hát csak tudom, szinten, hogy sokat olvastál a témáról. Olyan szinten egy megrázó, és egyszerűen már a felvetést se értem, hogy hát értem, hogy honnan tudhatnám. A Feri ez iránt a téma iránt, mennyire. Ne viccelj, hát kérdezd meg, hogy kell narancslevet csinálni a gyereknek, tudom, de hogyha te belenyolsz egy kábítószerbe, hát mennyi idő után, hát mit tudom én? Hát szörnyű a felvetés is, hát honnan tudjam? Tudjuk, de azt nyilván már ott megmutatják. 2-3 perc múlva zsibbadni kezd az ilyen. Na, ez az, hát erre voltam ki. Nem tudom egyébként. És ha bankkártyával így megaprítom, akkor... Tényleg, azt nem értem, de mindjárt megkérdezik, mert fejük, ami drága, mélyen tisztelt, nagyon tehetséges, nagyon jól nyilatkozó, nagyon kedves, nagyon aranyos Schuller Attilánkat, hogy
Azért arra kíváncsi lennék, hogy ilyenkor nem érkezik-e meg egy bőröndben, egy vérprofival, egy brutálisan a vámosokat jól átjátszó emberrel 150 kiló úgy, hogy valaki kihúzza. Tehát nekem amikor ilyen nyomorúságos 7 kilót találnak, aminek még 110 millió az összértéke, mindig arra gondolok, hogy megnézték Juan Carlos-t, aki egyébként, amíg a vámosok nézték a 60 darab falfestéket. 80 kilót. Vagy hajfestéket, 80 kilóval teljesen sima arccal átsétált, mert nekem ez mindig gyanús. Jó, mondjuk 7 kiló, tudod, jött a két hülye. Tegye fel a futószalagról, legyen szíves a bőröndöt, és 150 kiló. Érted, tehát, hogy azért ott biztos feltűnő lenne, nem? Az mondjuk igen. Ah, igen. Elegyesz, és egyen meg emelje meg a csomagját. És kijön egy ilyen Fekete Laci méretű ember. De nem lehet, hogy mindig átsétál egy profi ilyenkor. Hogy jön a két palimadár, 500 eurót adunk neked, gyere át a magyar határon Portugáliából, persze-persze elvállalom 7 kilóval, és közben mellette egy kicsi apró kis brazil, tudod. Szalmakalapba, Hawaii-ingbe, a leglazábban, srontba, pucsba, tudod. Kicsit én elragadtam magam. Egy légycsapóval a kezében. Picit fura lenne. Tudod, átsétál mondjuk 70 kiló kokainnal, ez nem lehet? Mert itt nekem mindig ez az érzetem. Bár én összegezzük, tehát akkor azt mondja, hogy tehát januárban. Strandpapucsban. Mínusz 3 fok a strandpapucsban, szalmakalapban, szípkás cigarettával, 70 kiló kokainnal, légycsapóval, kis brazil. Jaj, szerintem, nem feltűnő. Ha az én elvemet követnék, ha én csempésznék, én a légy minél feltűnőbb elvet követném. Igen. Szerintem nem szednek ki. Szentmeggyőződésem, ott egy hatalmas szalmakalapba, szombréróba, Hawaii-be, légycsapóval, térdgatyába, szalmakalapba, nagyon... És ha nem kapsz elég figyelmet, akkor vissza magadra egy kötkürtöt is. Nagyon napbarnított, nagyon lazán átsétálsz, szerintem jobban kiszedik a remegő, izzadó, félbolond idiótát, tudod, aki 2 kilótól leizzad. Én meg úgy átsétálok a 20 kilóval, mint a 20-at. A strand papucs azért nem gyanús, mert ahonnan jön, ott viszont meleg. Ja, tényleg. Érted? Ezek szerint, mit tudom én, például jönnek, mit tudom én, izék, az Izlandról, akkor ott meg egy prémes ilyen izébe, ilyen kapucsikában, iszonyatos nagy brém kabádban, meg hótalpakon, meg... Igen. Na, megkérdezzük, hogy hogyan ez. Itt van Schuller Attila a NAV-tól, mint a lezredes vám és jövedéki szóvívő. Attila, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, régi barátom! Jó. Így van. Hogy vagy, Attila, jól vagy? Soha jobban, hogyha veletek beszélgethetek. Na, ide ezt akartuk hallani. Levegőbe csaptál tegnap? A hajfestéges történetnél? Hogy megvagytok rohadékok? Vagy nálatok nincs ilyen? Ez az az igazság, hogy ez a rendőrség felderítése volt. Ja? Na, de konkrét ügyről így nem tudok beszámolni. Több szakmai kérdést is felvet ez, maga ez az ügy. De egyébként nagyon jókat mondtatok itt az elején, hiszen az is gyanús egyébként, ahogy a tanúban mondták, hogy ami nem gyanús. Tehát, hogyha te jönnél a hatalmas szombréróval strandpapucsba, akkor az is feltűnő lenne. Igen? Kiszednétek? Valószínűleg igen, illetve az is előfordult már többször, hogy kisebb mennyiséggel próbálták a vámosok figyelmét elterelni, hogy utána egy nagyobb mennyiség átjöhessen, de ha megfigyelitek a határátkelőjeken, amikor van egy vizsgálat, akkor, és ott találnak valamit a kollégák, akkor rögtön elviszik az utast, vagy határátkelőjén a gépkocsit félreállítják, úgy úgynevezett másodlagos vizsgálatra, de, és utána folyik tovább a többi utasnak a vizsgálata. Tehát nincs az, hogy a vámosok eltűnnek akkor a zöld folyosóra, és akkor mindenki szabadon jöhet-mehet, hanem maradott vámos továbbra is. Tehát aki végzi a konkrét vizsgálatot, azt máshol végzik el. Nagyon ravaszak vagytok. Úgyhogy rendes vizsgálatok vannak, illetve az is a Lisszaben nemzetközi repülőtéren megvalósult, hogy az utasokat egy irodából tudják figyelni a kollégák, lesötétített üveg mögül, tehát már ott lehet látni az utasokon, hogyha valaki gyanúsan viselkedik, ideges, és miközben vár a csomagjára, tehát már ott ki tudják szúrni. Tehát az az álláspontotok, hogy mindenki gyanús. Aki nem gyanús, az is gyanús. Az is gyanús, aki nem gyanús, és az is gyanús, aki gyanús, mindenki gyanús. Azért vannak azok a tünetek, amiket ti is nagyon jól felsoroltatok, hogy izzad, idegesen viselkedik, néz elődik, vagy az is gyanús esetleg, hogyha oda megy és a vámostól kér információt, hogy jut el a városba például. Tehát ez sem életszerű, és ez mind-mind olyan gyanús apró momentum, ami gyanút kelthet, így van. Jó napot kívánok, elnézést! Figyeld. Csak szeretném, hogy egy reptéri taxit, hopp, uram, akkor szépen menjen félre. Elnézést, mennyi az ide? Hát, vigyétek! Szilvi nekünk azt írja, hogy azért voltak gyanúsak állítólag a hírek szerint, hogy úgy viselkedtek egykor, vagy úgy viselkedtek az egyik pillanatban, mintha ismernék egymás más szor meg, mintha idegenek lennének. Ez igaz? Ezt tényleg mondták a hírekben?
a hírekben ez hangzott, én is csak a hírekből tudom ezt az információt. Na most én nekem az jutott eszembe, mint egyszerű laikusnak, tehát velem is van, hogy a feleségem egy kicsit összezöldülünk, és akkor úgy állunk egymás mellett, mint két vadidegen, és csak egy-egy szót szólunk egymáshoz, tehát ez életszerű, hogy ilyen megtörténhet. Azt, hogy a rendőr kollégáknak ez miért vagy, most ezt ők tudnák megmondani igazából. Egyébként vannak nagyon jó kártszerkereső kutyáink, és amiről a múltkor ti is beszámoltatok, hogy külföldön egy repülőtéren voltak a passzív kutyák, amikor mászkálnak az utasok között, igen. És hogyha valaki nézik a kábítószert, akkor leül mellette, és így jelzi a hatóság munkatársaiak, hogy ott bizony valami történt. És itt a Liszt Ferenc repülőtéren is vannak ilyen kutyáink, illetve vannak olyan eszközeink, amelyekkel nagy hatékonysággal tudjuk kiszűrni, ha valaki kapcsolatba került kábítószerrel. Hát ezt tudjuk, hogy ez milyen Johannesburgban, míg vártuk a csomagunkat a Janival, két ilyen kereső kutya egy méterre a csomagunktól nagyon szimatolt, az kettő méterre tőlünk leült, engem konkrétan levert a víz. Igen. Tehát azt mondom, Jani, innen sehova nem. Ugye nem tette, ugye vigyáztunk a csomagunkra. Én pedig ugye... vádalkut ajánlottam nekik, hogy feladom Balázs. Jani azon a tárgyalni kezdett futni. És igen. Ilyenkor csak reménykedni lehet, hogy a kolbászt érzi a csomagból, nem a kábítószer. Itt a Liszt Ferenc repülőtéren a rendőrök hol szúrták ki őket? Mert előbb találkozik az ember vámosokkal, mint rendőrökkel. Hol voltak nem, a rendőrök? Fordítva történik, tehát először van az útlevélvizsgálat. Ja, és ott szúrták már ki őket. Valószínűleg igen, és akkor utána jön a vámvizsgálat. Tehát a vámvizsgálat az utolsó, tehát amikor megvolt a vámvizsgálat, akkor te már késődött utána az öt folyosóra, és ott vagy az utasváróba. Nagyon balekok kellettek, hogy legyenek, mert azért tényleg átmenni kapun, hogy odadod az útlevelet, beállsz a sorba, egy szót se szólsz, már ott idegesek voltak, meg ott eljátszották, hogy hello, hello, uram, kicsoda, haj, nem ismerjük egymást, hülye én vagyok, azt tudod. Ha már ezt ott elszúrták, azért nem lehettek nagyon profik. Arról nektek van bármilyen kimutatásotok, hogy egyébként mely testüregek a legnépszerűbbek, vagy milyen rejtek helyek, vagy hova rejtik, már vagy milyen... a csempészésben. Úgy értem, így van, nyilván. Vagy milyen furcsa találások voltak már? Tehát, hogy tényleg, hogy hova, a leleményességre vagyok kíváncsi, hogy mennyi eszük van ezeknek a csempészeknek, hogy hova rejtik ezeket a kábítószeres... Aztán a privát top listáról is beszélek természetesen. Hova rejtik a tasakokat? Mondj egy-két kedvenc helyet. Tehát a kábítószernyelő az ugye klasszikus eset, és a Liszt Ferenc reptéren 12 esetben volt utasforgalomban kábítószer felejtés, ez nem mind, ami a testében volt, hanem volt, hogy a csomagban volt elrejtve a bőrönbe, de a kábítószernyelő között, ami számomra döbbenetes, az a csúcs, amit itt fogtak a kollégák, az 113 darab kapszula volt, és egy kapszulát úgy kell elképzelni, hogy 5 centiszer 2 cm-es, tehát igen, erről már beszéltünk, hogy azért az necces azért azt lenyelni, tehát ott egy nagyát kell mondani. Igen. Azért sok vízzel. Nagyon sok vízzel kell leöblíteni, igen. Hallani olyanokról, hogy a ruhákat is átitatják kokainnal? Ez egy bevett szokás? Pontosan, ez is itt történt a Liszt Ferenc repülőtéren. Az postaforgalomban volt, hogy gyerekruhákat küldtek Dél-Amerikából, és a gyerekruha át volt itatva folyékony kokainnal, hiszen a dél-amerikai kábítószertermelő országokban ez egy bevett gyakorlat, hogy folyékonyá alakítják a kábítószert, azt átitatják különféle ruhaneműkkel, például vagy volt, hogy szőnyegbe is, és azt próbálják meg bejuttatni más országokba. Tehát ilyen is előfordul, de erre van az a berendezésünk, ami egy egyszerű teszttel, egy lapot hozzáérintenek bármilyen tárgyhoz. Jaj, ami tudom, mindig a hideg lever, tudom. Igen. Így van, és akkor azt kimutatja. Egyébként személyes tapasztalatom is volt ezzel. Volt egy sajtótájékoztatónk, ahol megfogtam azt a dobozt, amiben elrejtették a kollégák a kábítószert, amit utána a kutya megtalált, és aztán az én kezemről vettek mintát, és kimutatta, hogy kapcsolatba kerültem vele. Tehát annyi kevés kábítószert is kimutat. De mit csinál? Kicsavarják a ruhát, és akkor megvan a cucc. Tehát kioldják belőle, és utána visszaalakítják. Gondolom, porrát. Egyszerekkel valahogy kioldják, és visszaalakítják. Tehát ez már ilyen vegyi dolog. Én kémiából kettes voltam, tehát ebben nem igazán mennék most bele, hogy mit csinálnak vele. Mondjuk Attila, nem akarok legyen tippeket adni, nem tudom, feltűnteni neked is, mert nekem feltűnt, hogy Balázs már másodszorra mondta azt, hogy engem attól is kiver a víz, hogy kiveri a víz egyébként. Jó, hogy mondtad, hogy hozzáérnek, mindentől kiveri a víz. Most már én sem fogok. Nem, mert ez úgy általában, hogy tudod, utazol valamit, ami Londonban vagy, és ugye átmész ezen az ellenőrző részén, és ott átmegy egy a kapun. Na, engem már attól kiver a víz, hogy fehér kesztyűbe jön, félreveszi a kis hátizsákodat, félreteszi, és hozza tényleg ezt a vékony papírlapot, amit így végig görget a táskádon, és a papírlapot utána berakja egy ilyen kicsi elemzőgépbe, rácsukja a tetőt, és vár. És fél perc múlva nagyon furcsán rád néz, tudod. És te már ott. És aztán mosolyog egyet, és visszaadja, de közben leizzad. És ez nálunk is van akkor. Így van, ez itt is működik. Ájjájjáj, már meg ne romlott ez a hol. az a pillanat egyébként, amikor belenéznek valakibe, az hogy zajlik, hogy Józsi, gyere már, neked jobb a szemed? Vagy, tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy ott letolatják a nadrágját, vagy ott ül egy doki,
aki fog egy tölcsért, és akkor abba belevilágít, vagy tehát ez hogy van? Vagy a kollégákat erre ki kell nézni, hogy igen, jön, nem tudom, Jürgen Németországból, letolja nadrágját, gumikeszi csattan, és akkor Józsikám, a te vagy a szerencsés. Jut eszembe az a jókezű ezredes, meg van még, akivel én találkoztam. Vagy van a fiú között egy kőpapírolló, hogy egy, kettő, három papír, te vagy! Na, hát tényleg ez hogy van? Kizárólag azokat a kollégákat alkalmazok, akiknek vésli ujjai vannak, de nem, a visszatérhetére, tehát ott nem vizsgáljuk, tehát nincs ott orvos a reptéren, viszont tudjuk azt, hogy tehát látszik az utason, hogy ideges, illetve olyan országból jön, ami a csempészet szempontjából kiemelkedő, ilyenek például a dél-amerikai országok, vagy az európai elosztó országokból, Hollandia ilyen. Tehát honnan érkezik az utas, akkor azokat fokozottan figyeljük, és hogyha látszik rajta egy ideges izzad, akkor, és azt gondolják a kollégák, hogy egy orvos vizsgálat esetleg szükséges, akkor nem ott a helyszínen vizsgálják meg, nem néznek ott bele, hanem elviszik orvosi vizsgálatra. De természetesen van gumikesztyű végetlenül a repülőtéren, amit a csomagvizsgálatnál használnak. Tehát ott nincsen, hogy nem áll már megint harmadszor, én kiabál fel Józsi a szobából. És végre én! Végre én, igen. Viszont, és ezek a gumikesztyűk... viszont a ruházatot azt átvizsgálják, tehát levetkőztethetik az utast, persze elviszik egy külön irodába, és azonos nemű kollégának kell végezni, tehát levetkőztethetik, és átvizsgálhatják a teljes ruházatot, de a CT vizsgálatokat azt persze a kórházba végzik. Mm-hmm. Csak azt akarok kérdezni, hogy a gumikesztyűk azok, hogy ezek a normál tízujjasak, vagy van a kinyenceknek két ujjasak? Ahogy az ügyfél szeretné. Ez miért van, hogy amikor az ember például tápszert visz, akkor abba bele kell inni, vagy meg kell enni, ha porala halmaz állapotú a dolog, és ott megvárják. Hát a bármilyen kábítószer az nem ott hat egyből, hanem mondjuk 10 perc múlva, nem? Ebből mire lehet következtetni? Ez a reptérbiztonságnál van, amiről te beszélsz. Igen. Nálunk minden esetben kábítószertesztet végzünk. Tehát, hogyha van egy csomag, és abban van valami gyanús folyadék vagy por, akkor nem úgy történik, hogy bele kell nyalni, vagy. És mi, hogyha ciánt szállít valaki? Ja, hogy mondjuk robbanószer lehet, vagy méreg, és ezért nyalatnak bele, hogy nehogy mondjuk méreg legyen. Nem tudom, mi kábítószertesztet végzünk, az biztos, tehát nem nyalogattatjuk senkivel a anyatejet, a tápszert, a tisztítószert, semmit. Tehát nincs olyan, hogy Feri hoz be egy hatalmas pármai sonkát, és megetetitek vele a felét, hogy biztos, hogy ez nem az. Még egy hatalmát, Rákóczi út. Ilyenkor a rendőrség a dubai kollégáknak átszól, hogy gyerekek, a Brazíliából jöttetek, rajtatok hogy jutottak át? Mert azért itt írja egy hallgató, és jogos a felvetés, hogy Dubajon átjutottak. Tehát annyira mégse voltak amatőrök, ha Brazíliából jöttek, nem? Dubajban tranzit területen voltak. Tehát ott nem volt semmilyen vizsgálat, leszálltak a repülőre, átszálltak egy másikra, a tranziton maradtak. Persze ott is kiszületik őket, de a vámvizsgálat az mindig akkor van, amikor belépsz egy közösség például most az Európai Unió területére. Igen, tényleg, hát ott tranzit. Hogy máshova. Védi a kollégákat, látod, ezt a nemzetköziséget? Hogy összezártok mi? Igen. És akkor mi a sorsuk? Ülnek egy kicsit itt a magyar börtönökben, és aztán gondolom szépen mennek haza, nem? Hát ebben az ügyben a rendőrség nyomoz, tehát ők vizsgálják, hogy hova hozták esetleg ezt a kábítószert, tehát Magyarország lett volna a célország, vagy esetleg vitték volna még tovább, tehát ezt majd a későbbi nyomozás deríti ki. Van egy ilyen harc köztetek a rendőrséggel, hogy ki kapja el? Tehát, hogy a rajtuk átmegy, akkor azért ti úgy vezetitek el az elkövetőt, hogy ők lássák, hogy mi a pancserek, mi fogtuk el őket. Nem beszélnék ilyen harcról, hiszen más feladata van a rendőrségnek, más a NAV-nak. És hát ugye mindig az útlevélvizsgálat van először, tehát először a rendőrségen jön át az utas, és amiket mi elfogunk, az már mind átjött a rendőrségen, tehát nem beszéltünk ilyen harcról, viszont a rendőrség nyomoz az összes ügyben, tehát az összes kábítószeres ügyben, tehát mi mind csak felderítők szereplünk, és utána átadjuk a rendőrségnek a további nyomozásra. Ez önmagában nem egy nagy fogás egyébként, nem ez a 7,5 kiló, tehát ennél azért nagyobb mennyiségek szoktak lenni. Ez egy ilyen amatőr mennyiség, ha lehet így mondani, ettől nem? Ettől Balázs se izzad legyen. Mindig van nála. Igen, vannak közszereplők, akik egy ilyen hétvégén elfogy. Csak a bal orrlukában van ennyi most. Voltam én már olyan buliban, ahol olyan közszereplők voltak, hogy ez egy péntek esti adag volt, úgyhogy mondom. Hóben. Szörnyű fertő. Tehát ha kokain nézzük, akkor ez nagy fogás, hiszen nem tudom mennyi egy adag, amit felszippantanak egy alkalommal, tehát ez sokáig elég lett volna. Viszont a röszkei, illetve a tompai pénzügyőröknek volt ilyen több száz kilós, 300 és 600 kilós, mondjuk az marihuána volt, és ott is volt olyan, hogy az ajtóba volt elrejtve a marihuána, mint szigetelés, úgy próbálták meg áthozni, de mivel minden kamiont röntgennel átvilágítunk, ez tehát itt nagy a lebukás veszélye.
Kemény. És egyébként ezeket a lefoglalt mennyiségeket... Nem szívjuk el? De csak kérdezem. Tovább nem, a Jani arra akar kiukadni, hogy kedvezményes áron. Hagyjuk valami, hát nem tudom. Nektek is van a költségeitek, hát érted. Állom megóvás, Feri egy kettő, vagy valami. Nem, ezeket megsemmisítik minden esetben, tehát ez nem kerül egy semmilyen folyamatba. De várj, az égetésnél legalább ott lehet lenni. Mosolygós munkatársak megsemmisítik, igen. Már hiszem is! Az, hogy hol égetik el, az viszont titok. Igen? Aha. Igen, tehát azt nem tudhatjuk. Még én sem tudom. Aha. Na jó van. Hát gondolom, a Farkas Péter egy hátsó kertjében. Igen, oké. Okay. Attila, jó munkát nektek, örülünk. Köszönjük szépen, okay, hogy beszéltünk. Ciao. Köszönjük szépen. Ciao. Schuller Attilával, Alezredessel, a Vámis jövedéki szóvivővel, vagy Vámis jövedéki szóvivővel beszélgettünk. Iszonyat profi, iszonyat jó arc, szerintem az Isten sem merti meg attól, hogy ezredesi léptessék elő. Komolyan, szimpatikus, igen. 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva, jövünk Ákos híre után. Morning Show. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát gyerekek, ha Ella Henderson bejelenti, hogy nem ír több dalt, nem sírnám el magam, nem? Hát sőt. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Who is Ella Henderson, gyerekek? Egy énekesnő. Nyomjon. Szerintem. Itt vagyunk, Győrben, a hulladék égetőben semmisítik meg az elkobzott anyagot. Kaptunk egy ilyen SMS-t. Most mondta a Sulek, hogy titkos. Titkos, nem. De nem tudjuk se megcáfolni, se igazat adni ennek az SMS-nek, hogy szokták mondani, segítsetek, se cáfolni, se megerősíteni, így van. Pontosan így van. SMS-be jött, köszönjük szépen. Budakeszi úton a Budaöngye felé trafiznak, ezt Balázs küldte nekünk. 3 biciklis ütközött a Várkert bazárnál, megy a helyszínen, és gyerekek, ezt a háttérzenét cseréljétek el. Dehogy cseréljük. Yes! Hello, bello mindenkinek! Magasra a kezet, Magyarország! Csapjátok össze, tekerd le az ablakot, rakják kakaót az autóban, és interjessi. Na vége. Rázdaseget, Feri! Én bírom! Várj az Eredi, Ani! Yeah! Sünök nagy objektív mögül, mondjuk úgy, rendőrök inkább nagy objektív mögül, sündörögnek az M3-as Budapest irányába, 60-as kilométer körnél, óvatosan Lali és Gréti küldte ezt az SMS nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk, és Óven bácsival, valamint Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello! Ki vagy? Sanyi vagyok, Pécsről, sziasztok! Sanyi Pécsről, mit csinál Sanyi Pécset? Területi képviselő vagyok éppen útközben, egyébként meg szabadidőben rockzenész vagyok, és veterán autógyűjtő. Szabadidős rockzenész? Így van. De veterán autógyűjtő, hogy lehet azokat gyűjteni? Az ember, mint tudom, pénzérméket vagy sorolátéteket gyűjt az oké, de veterán autókat gyűjtesz? Hát nagy a garázs! Van vele egy 40-50 darab így hátul a súfniban, vagy ez hogy van? Nem, nekem egyszerre nincs, nem vagyok akkora nagy gyűjtő, mindig egyszerre egy-két autó maximum. Ha, melyik kor a kedvenced? Tehát ilyen 30-as évek, vagy inkább 50-60? Nekem a 60-as, 70-es évek. És ladában utazol? Nem, nekem egy Citroen DS Phantom az A világ legjobb kocsija. Júj, de szép. Imádlak, nyertél. Nyilván nem. Figyelj, olyan technikai újításokat hozott az autó, az volt az első, nem tudom, tudjátok-e, 60-as években, ami kanyarkövető fényszórós volt már akkor. Tehát, hogyha húztad balra a kormányt... De nem csak lötyögött is. Nem, a DS, nem. Tudom, értem, hogy francia autó meg minden, de az tényleg zseniális volt az a kocsi. Halálkomoly, az nem véletlenül lett Phantom az autó. Nagyon, nagyon jó. Na minden. Na, hát ennyit erről. Jó, hát én éreztem, hogy nem tudtam vele. Sose szerettem a francia autókat, és ezek után se fogom szeretni a francia autókat. Az egyébként szép, meg a Kata Citroen is nagyon szép, azokat is már szerettem. Engem csak az érdekel, hogy a szárnyait ki tudja nyitni, és el tud belerepülni az ember, mint a Phantom. És egy ronda kopasz gonosz bácsi vezeti, vagy nem? Igen, és egy apró rendőr. Nagyon hasonlózi Jean-Maria. Igen. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj, Sanyi. Nézd. Hát bumbot játszanak. Ja, igen, azt a kutya fáj. Vigyázz, nehogy felrobbanjon. Igen, bumbot játszanak. Mehetünk? Figyelj, jön az ének, egy rövid részlet. Na. Ez akkor már. És milyen jó lenne, ha mi ezt játszanánk. Biztos megvan valahol. Kérhetném még egyszer? Hogyne, figyelj, mutatjuk. Na.
Robbie Williams. Így van. Jaj, de jó szám ez, de szeretem. Úristen, Tamara, miért nem játszunk? Ha előtre, léci. Igen, kérünk egy Robbie Williams fiat, nagyon jó, de az Angels is nagyon jó, bármelyik a régiek közül. Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Gratulálunk, Sanyi. Köszönöm. Hogy ugrott ez be? Valaki segített egyszer csak, hogy rámondtad? Hát nem is lebuktam, mert rockzenész vagyok, de azért voltam a Robbie Williams koncerten, és amikor Pesten voltak. Én szeretem őket is. Hát szerintem ő rockzenészként is vállalható, nem? Akkor hát, a bulit nyom, hogy... Így van. Abszolút, abszolút. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Rendben, köszönöm. Jó, köszi a játékot, ciao. Ciao, sziasztok. Hello. Szia. Juli, gyere már be egy pillanatra, léci, csak szeretnék valamit kérdezni, hogy hogy állunk a tegnapi játékosunk kis csomag kiküldése, kis csomag Ghost to London projektünkkel. Mi van a kekszel? Megvettem, nem ma fogom feladni, mert tegnap nem jártam posta közelében. Bocsánat, tehát ma fogom feladni. Nem, azért csak kérdezem. Nem fog kirúgni, mint a múltkor. Semmi számunk kérdés nem volt. Megvan a darált keksz, túrorudit nem vettem, mert az szerintem bele fog rohadni a csomagba. Azt nem te dönts már el. De meddig megy egy csomag London? Hát egy nap. De hogy is nem fog bele rohadni. Julival megbeszéltük tegnap, hogy inkább valami tartósat küldjünk. Igen. Tehát vagy Balaton egy szalámit, vagy Balaton szeletet. A Rudi fél, ha egy hetet megy, akkor az lehet, hogy belerohad. Magyar csokit. Mert ugye magyar csokit kért, igen. A Rudit leszavaztuk, mert lehet egy hét alatt az lehet, hogy azért ott kicsit megsavanyodik, nem? Hűtő nélkül, melegbe egy dobozba, arra gondoltunk, hogy most olyan rossz, hogy kinyitja, és ott van öt darab savanyú Rudi az. Ami kicsit zöld. Igen. Ami picit zöld. Inkább, mint amilyen ilyen sima csoki. Tartós cuccokat vettem. Jó. Anabella, ugye? Így hívták a lányt. Igen. Anabella volt. A neve, de elmegy a csomagban mindenki. Igen, ugye tegnap volt egy játékosunk, talán pont az Owen bácsinál, és kiderült, hogy ő kint él már, kis családjával, és neki kimentek a szülei is, ami nagyon szomorú sztori, de egyben szerintem szép is. És ugye arról beszéltünk, hogy küldünk neki valamit. Csak kérje három dolgot. Aha. Mert ez hiányzik neki. Csokit kért. Kekszet kért, darált kekszet. Kókuszgolyót szeretne készíteni. Igen, magyar kókuszgolyót szeretne csinálni, nincs, és mondok, hogy mondjon még valamit, és akkor Túra Rudi lett. Olyan. Aha. A háztartási keksz, az háztartási az keksz. Olyan, olyan a világon nincs a még egy te. Rothadó hát kapitalizmusba ott a briteknél. Mennyi mi kiéri? Három nap, öt nap alatt kint van a csomag, nem? Nem küldtem soha még Birminghamet csomagot. Nem tudom, de egyébként Londonban van magyar csemegebolt. Igen, de Birminghamit. Értem. Nem ott van. Nem ugyanaz. Hívja fel őket, mert akkor onnan talán gyorsabban átérne a Rudi, mert Rudit ők fordalmaznak. Te most le akarod pattintani magadról ezt az egészet, tehát úgy érzem. Ne, megígértük, most már elküldjük neki, jó? Meg Balázs megkérdezte, hogy mire lenne szükségük, minek örülnének, ami ott nincs. Nem mondhat azt neki, ja jó, akkor ugorjatok át Londonba, mert a Juli szerint ott van egy magyar bolt, vásároljatok benne. Igen. Jó, de Annabelláik, ha hallgatom, mindig a küldjük nekik a csomagot. Jó van. Oké, na gyerekek, 8 óra utána járunk annak. De jó, és aztán mi lesz? Egyrészt beszélünk majd a tegnapi aranylabdáról. Ugye, majd 8 óra után. Nem hoztam pénzt. Nem baj. Volt egy fogadásunk, hogy kinyeri az aranylabdát. De tudtál valamit egyébként? Most már tényleg csak ennyi, egy info. Semmit. Éljett a világon. Hogy Ronaldo esélyesebb azért, hogy nem, azt őt ismertem. Semmivel se volt. Igen. Neuer, Neumart, Puymart. Puymart. Igen, Dajert. Dajert kevésbé, tudom, hogy egy jó kapus, de nem nagyon. Messit is nyilván, igen. Na, szóval, hogy fölhívjuk Szőlősi Gyurit, aki állítólag tegnap ott volt az aranylabdán, és egyrészt igazolja az állításukat, hogy tényleg ott volt el, kettő, álltok, szerzett nekünk meszt. Na, azt a mindenség. Végre. Nagyon jó. Így van, egy videót a meszt Détári Lajos aláírása. Legjobb. A Taxfree Shopban hazafelé. Nem. Gyuri ugye minden évben kint van, a For Fortune magazintól most is kint volt, és szeretne nekünk adni egy relikviát, amit aztán mi kisorsolunk a hallgatóink közül. Ez lehet, hogy Ronaldo mez aláírva, lehet, hogy egy Messi mez, hát a két tábort nem akarjuk nagyon összemosni. Lehet, hogy 40 darab kaszinó tojás, svéd asztalról. De imádnám, ha ezt mondanám. És három sonkatekert. Szóval, hogy felhívjuk, hogy mi volt tegnap az aranylabda díjátadó gálán, és mit szerzett nekünk, és kivel tudta dedikálni. Úgyhogy ezzel folytatjuk, Ákos híre jutam. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
8 óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri, hello. Szóval. Jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk tovább a kedd reggelünket. Nem mondanám igazán, hogy hűvös a reggel, nem is esik nagyon semmi, jó idő van, sőt, mi több napsütést is ígérnek, úgyhogy egészen optimisták lehetünk már, ami az időjárást illeti, mert hogy hétvégére megint jön a 8-10 fok. Állítólag, az jól hangzik, nem? 8-10? Igen, aztán enyhül. Igen. De basszus, fele tudja. Igen, pénteken 12, szombaton 9, holnap után napsütés is országszerte, úgyhogy egészen jókat olvas az ember. Az a baj, hogy ilyenkor megint megindul az összes növény, azt jön egy jó februári fagy. Az élősködőkről nem is beszélve, ami át tudnak telelni, aztán majd, amikor majd pusztítják a tujáidat, akkor majd nem leszel ennyire vidám. Akkor nem? Akkor nem fogsz ennyire örülni utólag már a jó időnek? A kórokozókról nem is beszélve. A hideg az azért is kell. Hát ilyenkor azért sok betegség pont elkezd majd búrjánzani. Hát ennek az évszaknak az a lényeg, hogy legyen hideg, nem? Így hát van. Jó idő, legyen hideg. Aztán akkor ne örüljél már a melegnek. De mégis jó. Kicsit ki lehet menni sétálni. Három biciklis ütközött össze a Várkert bazárnál, megy a helyszínerés, ezt Dani küldte nekünk. Budakeszi úton a Budagyöngye felé trafiznak, üzeni Balázs. Aztán az 51-esen Áporkán áborult fel az autó, vigyázzon mindenki magára, valamint Pér belterületén mérnek éberék egy fehér transzporterből, ezt Pucok küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint Komló Mecsek Jánosi közötti szakaszon kamion az árokban, teljes útzárforgalom nem elterelhető, mindkét irányban már most hatalmas a torlódás, üzeni nekünk Márk. És jött még egy utolsó, Ságvár belterületén elgázoltak valakit, mindenki vigyázzon, ez pedig Zoli küldte nekünk. Köszönjük ez a Várkert bazárnál három bringa ütközött és helyszínelnek, az szerintetek komoly? De itt most egy kicsit kérdezem. Tehát, hogy lehet rendőrt hívni? Nem érzed életszerűnek magát a szituáció? Egy picit, ahogy kivonul a rendőrség, azt még nem látom. Kettő szemből egy oldalról. De itt ez a lényeg, az, hogy jön a rendőrség, ez egy dolog. Egyik jön, másik jön. Honnan jött a harmadik? Ugye? Én is gondoltam. Ugye? Nem, mert ha előzte, a harmadik honnan jött? Előzte az egyiket, és úgy ütköztek össze hárman. Érted? Kettő ment egy irányba, egy jött szemből. Ők el akartak menni egymás mellett, de a hátsó kijelőzött. Jaj, most mi lesz? Jaj, nem tudom, kikerül. Hát ott azért. Vagy egy kell mondta, hogy a kettő között átférek, ebből lett a baleset. Csak emlékeztetlek rá, Feli, mert már régen kerékpároztál arra, hogy ez nem az a szerpentíres rész, ami nagyon jellemző a budai rakpartra, meg ott a kerékpáros útra. Tudod, hogy lehet tekerni? 30-40-et egy jó bringásot megy, igen, a hátulról de ő kielőzött. Akarom ezzel mondani, hogy ez egy hosszan belátható szakasz. Tehát, hogy azért ott az ember már így látja, hogyha jön valami. Reggel volt, álmos volt, jött hátul, akart előzni, nem vette észre, beszorult a kettő közé, jobbra-balra ütött egyet, már meg is van a az hátra nézett, és akkor ütközte. Úgy. Na, ez lehetett. Lehet, hogy ez a megoldás. Egyébként igen, érdekes, a bringák ütköznek. Na, közben átküldött nekünk valaki egy linket, ugye itt még beszéltünk a hírek előtt Schuller Attila alezredessel, Vám és jövedéki szóvivővel, még alezredes, tehát ahogy nyilatkozik, és amilyen jó arc, szorgalmazni fogjuk az előléptetését, hogy legyen ezredes. Ákos most fogalmazza, kérem. Igen, akkor valaki átküldött nekünk egy linket, hogy van egy kábítószer égetés, nyilván ez valahol vagy Afganisztán területén zajlik, vagy valahol Dél-Amerikában, ahol a riporter próbál közvetíteni, hogy mi történik, és mondja nagyon bőszen, hogy elégetik a kábítószert mögötte, csak betép a... Nagyon nagy. Betép, nagyon rövid a videó, de betép tőle. És elkezd rettenetesen röhögni, nem tudom, hogy ebből mennyi hallatszik, hallgassátok meg, figyelj. Burning behind me is 8.5 tons of heroin, opium, hashish and other narcotics. És sír a röhög, és ugye mondja, hogy a háta mögött éppen heroin, ópium, kokai, nem tudom, ég el, ugye ebben a pillanatban XY mennyiség, és hogy ezt égetik el ilyen pillanatban a háta mögött. A fináncok sikerének. És látszik, hogy száll a füst, iszonyatos füst van, és a következő pillanatban emberünk már nincs is teljesen magán. Hát igen, sajnos csak ilyen rövid a videó, tehát nem látjuk, hogy folytatódik. Azért ott nagy buli lehet. Van egy hosszabbot, kicsit táncol. Tényleg? Van hosszabb? Az nem volt meg nekem. Táncol a végén, először így elkezd, mintha elbotlana, de aztán ezt átalakítja egy ilyen mozgással, hogy megyed. Finoman megalakult azért az eléget kábítószer hatására. Ilyenkor tényleg él azért az ember a gyanúperrel, hogy azért kis mennyiségben ő is szokott otthon égetni.
Van rutin, mi? Vagy hát podlaikus, nincs hozzászokva a szervezet, és ezért a kis füstöl azonnal. Azonnal betéped. Hogyha ekkora dózisra csak így reagál, akkor ott lehet rutin is már. Ez is lehet, hogy már hozzá van szokva. Aki csinálja az égetést, az nem tép be közben. Hát szerintem... Ezek külön jelentkeznek erre a munkára, tudod? Ingyen buli. Önként jelentkezik. Én! Múltkor is te voltál! Hát vagy maszkot hordanak, Feri. Ilyen lehetőséget se vessünk el azért, hogy mondjuk felvesznek. Unalmas a racionális. Fölvesznek egy maszkot, igen. Na, visszatérve a bringa balesetre, a bringa az lány. Írja nekünk ti vasutasoként. Bringa egyelő lány. Ja, három bringa között az, hogy három csaj veszekszik ott egymással, mert karamboloztak éppen. Tehát, hogy három nő összetörte magát. Csak öregszünk, nem értjük már a szlenget. Hát hogy... hozzáteszem, ez a bringa duma, ez leginkább ilyen 80-as évek, tehát, hogy ez nem egy ilyen mostani. Hát már annyira öregek vagyunk, hogy már ott se is. Ja, már nem emlékszünk rá, már olyan régen volt. Igen. Na! Aranylabda! Édes jó Istenem, hogy lehet valakik ekkora mákja, mint neked állandó. Volt egy kis fogadásunk tegnap, hogy kinyeri ezt az aranylasztit. Így van, pedig Cristiano Ronaldo tényleg lehet mondani, hogy az esélytelenek nyugalmával várta ezt a szavazást, hisz a szavazatoknak alig több, mint a kétszeresét gyűjtötte be Lionel Messihez képest, aki a második lett. Tehát Balázs biztos, hogy nem is sejtette. Messiről nem is beszéltünk egyébként. Így van. Egy kicsit beszéltünk csak, hogy ahogy hívják a kapus, Dyert. Én Dyer-rel voltam. Neuer. Neuer. Valami 0, nem tudom hány századdal, hány szavazat lehetett ez összesen feneset, ugye nagyon-nagyon kevéssel maradt le. A második fokáról a dobogó. Nem ismerik az igazi tehetséget, akik szavaztak. Egyébként a Zsuzsák például Igen. Az én Dyer-emre szavazott. Nem volt a szavazoltak. Micsoda? Hogy ő nem volt azok között, akikre lehetett szavazni, de hogy ő szavazott. Igen? Igen, szavazott. Na, lehet-e szépíteni, meg nem tudom, de a lényeg, hogy köhögd a gubát, Balinak. Szóval lehet itt még húzni az időt, meg nem tudom, tessék köhögni a gubát. 500? Nem? Egy ilyen halk. Jó az 500 is, csak még pattintsa hozzá egy kicsit. Na. Jó, Balinak szépen. Óaj, de finomka ez a kis játékpénzecske, Balikám, gyere csak ide a papához, úgy van. Ma már el is költünk valamire, gondolunk, Ferikére, miközben elköltünk. Mit fogsz belőle venni? Tessék? Mit veszel belőle? Papírpén vagy ízé játékpénzt, tehát nyilván. Még nem. Jobban fájom biopástétomat. Hát közd el az egészet, adok még. Egyél. Hamis gulyás. Egyél. Nem, egyél. Na, gyere ide a papához. De jaj, tehát imádok veled sport fogadni, Feri. Te is nagy futballszakértő vagy, én is nagy futballszakértő vagyok, úgyhogy a két okos tegnap összecsapott. És hát így van, köhögni kell a gubát. Persze, nem akkora érvágás szerintem felének. Soha, ha hallasz minket, úszik el a főiskola. Ennyi. Azt már elúszott régen. Azt már apa elmulatta. Tehát keresse meg rá a gyerek, nem? Hát de nem. Hát most miért kell nekem annál jobban fizetni? Fogja becsülni. Úgy van. Nagyon fáj. Hát nagyon, nem, azért fáj, nem a pénz, de hogy nem, az is fáj, de maga hogy ilyen tisztességtelenül nyerte meg ez a fiú, érted? De mit szól ehhez, úgy... mit szól ez a riporterünk Kabulban? Neki is. Árfelének is nagyon tetszik. Hogy tisztességtelenül nyertem meg? Hát de nem te, hanem a Ronaldo. Hát, hogy jó, érted, hogy így focizgatott, és egyszer csak aranylabdás lehet. Lehetett valamit ez a fiú az asztalra. Most olvastam, hogy nem is nagyon volt ilyen versengés, még hogy két ember között dőljön el, mit tudom, 8 éve, 9 éve, 4-szer a Messi, 2-szer a Ronaldo, tehát, hogy ilyen hosszú időn keresztül csak két emberről szóljon az aranylabda. Kemény. Erre talán egyszer volt példa, amikor a Cruyff meg a Platini ott veszekedtek egymással, hogy ki a jobb, de hogy ez 6 vagy 7 vagy 8 éve, senki más nem nyert, csak ők ketten. Mint a 4-szer a Messi, 2-3-szor a Ronaldo, nem tudom, a pontos számokat. Ki a jobb. Két zseni toronyosa. Igen. Odaadtad a pénzt? Elraktam? Nem. Odaadtam? Én elvégszem rá, biztonság kedvére adjuk még egyszer. Biztos? Te nyaller, te utolsó. De állandóan oda nyalsz, a tegnap is ez volt. Szedd már össze magad, egy kis tisztességet nem, kérek. Én a tényeknek nyalok. És az emberi butaságon röhögsz, ami az enyém mi. Gyerekek, csak hogy megcsillantsam azért kicsit, apró kicsi tudásomat a futballban. És még így, játszom a hülyét. Pontról rúgják. Játszom a hülyét, de azért kérdezek valami érdekeset. De hogy még belém rúgsz? Nem, már nem akarlak bántani. Kiköhögted, a gubát úri ember voltál, most már béké hagyd. Hogy azért ez régen egyébként elképzelhetetlen lett volna. Gondoljatok bele, hogy ez a két ember, aki aranylabdás, és mondjuk 7 vagy 8 éve folyamatosan megnyílik az aranylabdát, azoknak meg kell vizsgálni a világbajnoki szerepléseiket. Aha. És nézzétek meg,
hogy azért amikor a Platini, amikor a Pelé volt például ugye világbajnoki szereplő és aztán aranylabdás, hát mi történt? Ontották a gólokat. És milyen érdekes, hogy annyit változott a futball, hogy valaki úgy tud ennyi éven keresztül aranylabdás lenni, lásd Messi, most egyedül volt valamiféle értékelhető teljesítménye a válogatottban. Mondjuk ennyi szóval, de azért a VB döntőbe vezette a csapatát. Konkrétan egy gólt rúgott eddig világbajnokságok alatt. Azért az ez alatt nem. De eddig összesen. Mondjuk ja, lehet, hogy igen. Ez alatt rúgott nem tudom mennyit, most is talán egyet rúgott egyébként. Talán. Igen, négyet rúgott, de előtte zéro teljesítmény. Cristiano Ronaldónak zéro teljesítmény világbajnokságot. Igen, de ez nem róluk szól. Ez na a csak régen azért, ha megnézed a Platinit, a Pelét, hát azért ők vitték a hátukod, a csapatot világbajnokságok alatt is, sőt, mi több így tudtak ugye aranylabdásak lenni, hogy volt értékelhető világbajnoki teljesítményük. Itt meg erről a két emberről úgy beszélünk, hogy nincs. Ezért ez milyen érdekes, hát igen, nem? De itt alapvetően azért egyéni teljesítményt díjaznak. Tehát, hogy ahogy ők játszanak egész évben, és nem pedig az a csapat, amiben szerepelnek. Nyilvánvalóan nem lett a kettőt egymástól független, mert Cristiano Ronaldo önmagában egyedül nem lenne elég ahhoz, hogy mondjuk megnyerjék a BL-t, ahogy korábban nem is sikerült nekik. Hogyha hosszú éveken keresztül nem sikerült ugye a Reálnak, talán nem is tudom, 10 éven vagy 13 éven keresztül nem akarok hülyeséget mondani, de hát ez egy egyéni teljesítmény, és azért most ebben az évben a Cristiano Ronaldo, illetve az elmúlt évben a Messi fölé nőtt. Messi most nagyon sok sérülés hátrát adta. Igen, meg nem biztos, hogy gólokra adják, tehát lehet, hogy ő annyira fontos eleme a csapatnak, nem? Nagyon. Na, igen. A legfontosabb. Nem, csak én, persze, nem erre adják éves teljesítményt, tehát ha nincs benne éppen világbajnokság, attól ugyanúgy odaadják, csak ez egy érdekes dolog. Na, de van valaki, aki nálunk sokkal jobban ért a futballhoz, az gyerekek mondjuk nálunk, így egyébként van. Most kimenjünk ide a sarokra. Détári Lajos. Négy ember találunk, aki jobban ért. Szőlősi Gyurit hívjuk, és elmondja, hogy milyen mest sikerült szerezni, amit ha minden igaz, akkor majd el is juttat hozzánk. És mi pedig kisorsoljuk. Hát meg meséljen a magáról, a gáláról. Én nem néztem ezt az aranylabda átadót. Nem miért nem? Miért nem? Mert már éreztem, hogy megy ki a tízes a zsebemből, mondom, még nézzem is a francot. Apa, nézzük az aranylabdát. Nem nézzük! Takarodjál aludni! Te még fejlődésben vagy! Takarodjál aludni! És ugrott a hétvégi vidáparkozás is! Nyedd le még azt a fel a szerrános sonkát aztán! Nem azért szumináltam meg neked! Nem szumináljuk. Miért tudom én? Gyerekek. Itt van velünk Szőlősi György. Gyuri, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! De jó hallani, hogy ilyen vidám vagy ma reggel is. Olyan jó, hogy minden évben ilyen vidám vagy, igen. Mi történt? Rettenetesen bekarboltatok tegnap? Nem. Tessék? Olyan nagyon azért nem. Az mit jelent, annyira nagyon nem? Tehát nem volt négykézláb lovacskázás ezt a svéd asztal mellett? Ezt így kell elképzelni? Vagy itt úriembernek kell lenni? Vagy azért, amikor buli van, akkor már lehet kicsit iszogatni? Lehet, abszolút lehet. Hajnalig tartó buli van, nem szoktunk nagyon ott maradni. Hajnalig, de mit, ahogy egyébként a legnagyobb nevek, a sztárok is elég hamar lelépnek. De főleg úgy a FIFA stáb meg a helyi emberek sokáig maradnak. De miért, mert ilyenkor nem lehet, mint tudom, oda menni a svéd asztalhoz és ételhordóba még valamit elvinni, ismerve a Janit például, ezt éjjel-fél-kettőkor már simán megcsinálná, hogy kis beluga kaviár és egy kis sonka tekercs, hogy amikor már elmentek a nagyok, elment mindenki, akkor indul az igazi parti, nem? Hát az a helyzet, hogy nincsen svéd asztal, mert 1200 vendégnek felszolgálják a háromfogásos menüt. Ja, azt hittük, mindenki maga visz. Na, segítsekünk, Gyuri, hát kicsit hagyd legyünk ott lélekben ezen az aranylabda diátadon, hogy milyenkor a menü. Nyilván a körözött ezsemlét azért nehezen tudjuk elképzelni. Mit esztek ilyenkor? Gondolom, ilyen gurmé vacsora van, nem? Igen, az van. A menükártyát el is raktam, csak nincs most itt nálam, fönt hagytam a szobában. De fejből volt, csak emlékszel. Fejből, ha megismerted az étel. Igen, azon hasonlogtunk, hogy gyakorlatilag puliszkát hoztak ki köretnek a steakhez. Valójában ilyen kukoricadarából készült spenótos kockákat, kukoricadarabkákkal, de hát magyarul tényleg puliszkának. Hát annak van egy másik név, az puliszkának mondjuk, polenta. De azért polentának mondják, azt szokták, persze, azért polenta, persze, így van. Persze, tehát, hogy... egy kicsit szofisztikáltabb elnevezés, igen. De hát mégis csak nagyjából ugyanarról beszélünk. Ilyenkor mindig nagyon finom, nagyon minőségi steak szokott lenni a főétel. Az előétel valami hal volt, ilyen risottószerű kis rizssel, nem is tudom pontosan, és a desszert csokoládé mousse
valamilyen narancsos, krémes csoda. Az jól hangzik. Az jól hangzik. Na, kikkel találkoztál, ki mellett ültél, kit láttál, kihez értél hozzá, kiért hozzád, mi történt? Igen, ugye hallottuk ezt előzetesen, hogy majd a Barcelona bojkottálni fogja a díjátadót, meg is jelent több helyen a magyar sajtóban is, ami hát nem így volt, hiszen csak arról volt, hogy a Barcelona elnöke üzente meg, hogy ők már pedig nem jön el, ami olyan különösebben nem érdekel senkit, hiszen mindenki messzire volt elsősorban kíváncsi, aki azért eljött, hiszen az aranylabda jelöltjei között volt. Ilyenkor elkérheted az ő kajáját? Ők nem kajálnak itt, tehát én azt láttam most már évek óta, hogy főleg a két gigaklub, a Barcelona és a Real Madrid delegációja külön géppel jön, úgy esnek be és úgy mennek el, illetve lehet, hogy kajálnak, csak nem a semmi esetre sem a vendégekkel. Urizálni. Na hát, mert hihetetlen ezen is komolyan mondom. Hát Messi ott volt, Iniesta ott volt, és hát a Real Madridé volt igazából az este, hiszen az aranylabdát elvitték, a Puskás díjat elvitték, és az edzőjük jelölt volt az év edzője díjra is, amit mondjuk talán túlzás lett volna, hogyha szintén most el tudott volna vinni Carlo Ancelotti, bármelyik más évben simán megnyerte volna, de mivel világbajnokság volt, azért az rendben van, hogy a német válogatott szövetségi kapitánya Joachim Löw lett az év edzője, de a Real Madrid küldöttsége együtt érkezett, úgy vonultak be, hogy illik, Florentino Perez elnök, Emilio Butragueño nemzetközi igazgató volt, futbalista, protokoll főnökkel, Hammers, Ronaldo a családjával, és Sergio Ramos volt még ott, és hát az történt, hogy egy sarokba elvonult a Reálos csapat, persze megrohanta mindenki Cristianót, és meglehetősen feszült volt a díjátadó előtt, tehát majd kimondottan hisztizett, hogy ne fényképezzék neki, de meg aláírást hagyják békén. Miért kell ezt csinálni? Van már neki. Ez nem szimpatikus. Mert fényre érzékeny volt a vaksza. Ja. Megolvad a vakuktól a vaksza, igen. Mondhatjuk egyrészt, hogy nem szimpatikus, mert tényleg az egyik feladata az, hogy éjjel-nappal rendelkezésére álljon a szurkolóknak, akikből végeredményében él, de úgy figyeltem egy másfél percig, hogy tényleg egyszerűen semmit nem tudott sem, mert másodpercenként 8-an bökötték meg a vállát, hogy csak még ezt a fotót lépj, csak még ezt. Miközben kiszúrt téged a tömeg, és csak veled akart foglalkozni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy amíg figyelted, észrevetted, hogy ő is figyelt téged, Gyuri? Hát természetesen a Klassz FM-nek adandó aláírást azt nem hagyta volna ki az idén sem. Na, hogy, ezzel már utasz valamire. Azért a Real Madrid protokoll főnöke Raúl segített egy picit, és aláírta. Aláírt valamit. Mi annak most felcsillant a szeme. Igen, Anna nagy Raúl rajongó. Igen. Na, szóval, hogy akkor milyen meccs sikerült végül? Mert még csak így kapkodjuk a fejünket, de hogy mi lett végül? A következőkből választhattok a hallgatók részére. Az egyik egy Bayern München dressz, amelyet aláírt az aranylabdára jelölt papus Manuel Neuer. Jó, ezt én nekem ez kell. Ez majd a bocsinak kell, hagyjuk a többi. és ugyanezt aláírta Arjen Robben is, aki szintén itt volt. Ó, Robben. A Barcelona, mert amikor hallottam ezt a bojkottot, akkor kicsit megijedtem, hogy hiába hozok, de végül is nem hiába hoztam, tehát van idén is egy Lionel Messi által aláírt Barcelona mezünk. És hát nem véletlenül hagytam a végére, hogy van egy olyan fehér Real Madrid mezünk, ugye az ujján a 10. BL trófeát jelképező kis ikonnal. Igen, a friss Puskás díjat kolumbiai BB gól király James Rodriguez, és a friss aranylabdás Cristiano Ronaldo. De jó vagy! Akkor legyen a Bayern mez. Jó, melyiket vigyük gyerekek? Hát a friss aranylabdás mez. Akkor nekem a menükártyát. Ez nagyon. A menükártyát és az ételhordót a Janinak. Ez nagy csúcs. A Reál a csúcs. Aranylabdás, Puskás díjas. És akkor írta alá Ronaldo, mikor már megkapta, vagy még előtte sikerült aláíratni? Mert még előtte van egy ilyen úgynevezett elnöki lounge, vagy nem is tudom pontosan, hogy nevezik, ahol az 1200 vendég közül is az a 80-100 kiemelt vendég
gyülekezik, és ott van egy minimális esély kapcsolatba lépni ezekkel a sztárokkal. Kijutottad és el? Ha már említettem, hogy Ronaldo egy kicsit mortosabb volt a keleténél, akkor azért azt is el kell mondani, hogy James Rodriguez viszont, aki szintén a reálos csapattal érkezett, hát egy tényleg tündéri, mosolygós fiat, bár olyan, mint ami ennek egyébként látszik a médián keresztül is, de jó, ez neki a legjobb, de azért nagyon élvezte és lubicolta. Jó van. Na, Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük akkor neked, jó? Nagyon. És hát akkor elvennénk ezt a mezt. Nyilván először természetesen megadjuk az esélyt, hogy önszántadból beküld. Ha időben ez a dolog nem érkezik meg, akkor természetesen megteszik a megfelelő lépéseket. Drága vagy, köszönjük szépen. Valamikor, ha megérkezik és behozod, vagy beküldeted nekünk, akkor mi ezt jövő héten természetesen oda is adjuk. Egyszerűen ez a repülőtérről befelé menet útba esik a klasszes. Hát nem szépen köszönjük, mertünk volna ennyire durvát kérni. Valak már a kezetekben lesz. Nagyon-nagyon-nagyon drága vagy. Már jöttök is vissza? Gondolom az ilyen egy éjszaka, nem? Tehát nem maradtok igen, ott. Igen. Délben repülünk. Délben repültök. Jó. Oké, okay, Gyuri, várjuk a mezt. Ha esetleg maradt euród a banki középen, bármikor átvesz. Fajti frankik a hivatalos üzletben. Mindenre nyitottak vagyunk. Mindenre nyitottak vagyunk. Szőlősi Gyurinak köszönjük szépen. Csáó Gyuri. Köszi. Ez komoly relikvia. Gyerekeink, Gyuri szőröstökű profi. Hát, így van, így van. Az Ankara mentem, lelkesebb voltam, de hát az ember már 5-6-ot szóval van ott, hát már igazából már tudod olyan, hogy azért az már úgy nem ugyanaz, mint elsőre, nem? Adtak valami puliszkát. Adtak valami puliszkát. Mondta, hülyék ezek. Igen. De nagyon rendes, ami Gyurink, ami drága Gyurink, a 442 magazin főszerkesztője, ugye, ha valaki nem tudná, gyerekek. És volt olyan drága, édes, aranyos, hogy hozott nekünk egy álmest, illetve pontosabban nem is nekünk, hanem a mi hallgatóinak, ha ez holnap után megérkezik, óriási. Akkor szerintem ezt akár lehet, hogy még ezen a héten szárba is szökkentjük ezen tervünket, hogy pénteken kisorsoljuk, vagy jövő héten hétfőn. Mondjuk jó. Majd pontosan, hogy mikor lesz a sorsolás. És jó? Mindezt úgy, hogy azért nyilván a buliból is kivette a részét, valószínűleg az utolsó között jött el, már úgy, hogy Henkel Trockenbe mosta a haját, szóltak neki, hogy menjen már haza. Szerintem ő visszafogott, nem bulizik ilyen nagyon keményen. Hát halva szerintem ő nem az a nagy parti arc. De lehet, hogy este pörög, csak még kora reggel van. Mi valószínű, hogy ő még hajnali fél négykor ördögszekereztünk volna. Hát ott igen. A tánctéren. Ott igen. Jó van, de jó, van egy mezünk, köszönjük szépen neki. Még egyszer 8:09 múlt, pontosan 3 perccel jövünk Ákos hírei után. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Fú, hát őrület van, látom az SMS falunkat, hogy gyerekek, megindult a harc a mezekért, és mindenki ezt szeretné megnyerni, megkapni, betörni, megszerezni. Gyurit már várják a reptéren, hogy elveszik tőle. Úgyhogy, hát többen itt licitálnak többféle mezre, végül is mi ezt választottuk, tehát, hogy igen, a Bayern Münchenes, Robbenes mez, Bayern München írt a Robben is, ugye? Igen. Egyet választhattunk, és Dajer, így van, egyet választhattunk, hát gondoltuk, akkor legyen az aranylabdás meze. Most talán a Bayern Münchenes meznek kicsit kevésbé volt apropója. Ja, csak mondjuk egyébként, hogy Gyurit nem nagyon fogjátok tudni megijeszteni, nem az a típus, aki így könnyen pánikbe esik, jó? Tehát, aki mentek a repülőtér és ott várjátok, nem lesz egyszerű tőle. Nem egy félős típus. Igen, egy bilincs lesz a bal kezén, és egy ilyen ezüstáskában van, csak hogy tudjátok, megszerezni tőle, levágjátok a kezét. Így van. Michel Platininek is bármikor azt mondja, hogy nem most, Michel. nem most, öreg. Ne így zsibbadd magad, öreg. Nem most, most hozzá. Most hozzák a kukoricagás. Nem látod, hogy nem érek rá. Most jön a puliszka. Nagy Barca rajongó vagyok, magamra is tetováltattam a csapat szlogennyét már jó pár éve. Nincs arra lehetőség, hogy a most említett aranylabda átadáson szerzett Messi által aláért mezt megnyerjen, bármit megtennék érte. Minden vágyam, hogy egy Barca játékos által delikált tárgyat fokassak a kezembe. Micsoda rajongás ez, nem? Egyébként nagyon szimpatikus. Igen, hát sajnos nem tudjuk ezt most megszerezni. Fiúk, hogy lehet megnyerni ezt a csodás mezt? 3 fiam van és egy férjem, Isten királynő lennék. Puszi Anna. Nekem nem is kell a mez, mert össze van firkában. Helyes. Bármit megteszek a reálos mezért. Bali, a félkaramat adnám a Bayern mezért. Gratulálok Ronaldónak, azt nem tudjátok férfi kategóriában ki. Ez az, jó, így, de jó vagy. Ezt Norvi küldte Svájcból. Úgyhogy igen, jó, hát meglátjuk, hogy Gyuri mikor ér vissza, és mondjuk, hogy mikor sorsoljuk a mezt. Többen kérdezik, hogy mit csinál a két másik mezzel, hát gondolom én, hogy azért a magazin
laki szüksége van erre, ott is sorsolnak, meg hát azért van hova adni. Úgyhogy nyilván helye van a másik két. Hát nem elégedetlenkedni kell, örülni, hogy ez van, hát ez egy nagyon klassz dolog. Hát meg elégedetlenkedni nem lehet elégedetlenkedni. Hogy nem? Mert ezek szenzációs, igazán, ezek külön-külön is. Hát nyilván, ugye leginkább a Ronaldo fanoknak és a Reálos fanoknak, ugye egy Barca fan, egy ilyennel nem hozol lázba, ahogy egyébként egy Reálos de, hogy nem ember. Elégeti. Igen, nem hozol lázba, egy Messi aláírással azt mondja, hogy fú, nem kell. Tehát, a Barcásnak ez portöllő ronyna. Érdekes, igen, egyébként tényleg. Bár hát a fene se tudja azért. Azt mondta, hogy egy Barcás kapna egy Ronaldo által aláírt mezt, és simán továbbadna rajta? Simán, persze. Gondolkodás nélkül. Hát pedig azért az nagy relikvia. Elcserélni valamire, hogy tudom, egy hűtőládára, vagy villagyrezsóra. Igen. Na, meglátjuk. Moszkva tér tökéletesen járható, többen kérdezitek tőlünk, mi a helyzet arra, hiszen újítják ugye a Szélkámán teret, most viszont annyira megijedt mindenki, hogy autó nincs arra, úgyhogy abszolút lehet menni. Többen elküldték nekünk SMS-ben. Legalább a munkagépek is oda tudnak érni és tudnak dolgozni. Bizonyám, hogy szép legyen a Szélkámán tér. És van még egy közlekedési hírünk, az M7-esen, az 50-es kilométernél Pest felé egy fehér felirat nélküli kis buszból mérnek. Kis buszból. Hát kényelmesen elférsz hátul, be lehet rendezni egy kis alvóhelyet. De milyen, én csak kis busszal mennék. Milyen felirat kellene rajta lennie, hogy trafizunk? Nem, hanem a kis busz a fura. Ugye, hát a civil autóban ritkábban, tehát sokszor rendőrautó, civil autóból is, de ritkábban, de a civil kis busz az nagyon ritka. Abban nem nagyon szoktak ilyen transzporterekből azért. Skodákból, rendőrautókból, ebből abból, de civil kis busz az ma olyan rejtőzködnek. Lehet, hogy ez egy terjedelmesebb orosz berendezés, mint a régiek, nem az új 130-ban. Csinálnak olyan a rendőrök, amíg így dögunalmasan dolgozik a trafi, én azon szoktam gondolkodni. Lehet, hogy dög lesz. Én mindig valami könyvet olvasni. Nem? Vagy interneteznek a telefonjukon, ha lehet nekik. Nem? Vagy őt nem csinált semmit? Hát ha olvasni mire? Lehet. Nem biztos, hogy aludni, ő szolgálati időben olvashat. Aludni egyébként. Biztos, hogy lehet a szolgálati időben, mert azt már többször látták. Ugye, ami nem egyenlő a biztos lehettel, csak ugye mégis csinálják. Ha aludni lehet, vagy ha alszik, akkor olvasni is olvashat szerintem. Hát szerintem hokiznak. Már úgy értem, hogy mondjuk én NHL-es játékkal játszanak. Például, így van, ilyen kézi konzolon. Ja, PSP. PSP-znek, PSP hokit játszanak. Azt a hátra lehet. Lehet, igen. Most nagyon jók az NHL-es játékok. Így mondjuk, hogy PSP-zem egyet. Na, például. De mondjuk ilyenkor, ha kapnak egy belső ellenőrzést, hová, mit csináltál? De belső ellenőrzést azt jelenti, hogy ő maguk indítják? Tehát, hogy maguk utolja. Mit csinálsz, hogy nem. Papírokat vagyok ebből a kalapba. Józsi, majd belső ellenőrzés, hülye vagy, ne jezgess be. Erre gondolj. Szerettem. Kicsit elszenderedett, és akkor... Mit csinálsz, szól? Ez a belső ellenőrzés, így gondolom? Hát, és akkor így megriad, nem? Az lehet egyébként. És olyat, lefüleli saját magát. Olyat még nem láttam, hogy egy rendőr rákopogtatott volna a másik rendőre, hogy ne aludj, Béla, miközben trafipaxozik. Jó napot kívánok, Béla! Jó napot kívánok, közúti ellenőrzés! Nem látod, te hülye trafitok? Együtt végeztünk a rendőrtiszti, most miért csinálod ezt? Nem is, persze, hülye, nem vagyok forgalomba, trafizok, te hülye. Tehát ilyen nincs. A szegényeknek nem csak azon szoktam gondolkozni, hogy nyilván egyrészt nem ők tehetnek arról, hogy ezt kell, tehát és soha nem őket utálom, akik ott ülnek és mérnek, mert nem ők tehetnek erről, csak olyan baromi unalmas lehet, nem? Hogy kiküldnek egy 6 órás szolgálat, és ott feltett lábbal próbálsz pihenni, néha belenézel a gépbe, állítasz rajta valamit, de hogy az ég egyet a világon semmit nem tudsz csinálni. Az új trafikkal ez megszűnik, mert ott ugye neked kell figyelned, mert az új trafipax az most már nem csak sebességet mér, hanem hogy sávot váltottál indokolatlanul, be van kötve a biztonsági öv, tehát valószínűleg neki most már nézni kell, hogy vége a szundikálásnak. Csak előrefele néz? Hát nem. Ha megfordulsz a kocsival, akkor hátra. Körbefordítja a fejét és bólogat is, és azt mondja, nem, ez nem tetszik. Tehát, hogyha a hátra mögött a rendőrök nincsenek bekötve, azt érzékeli? Vagy ez csak így előrefele érzékeli, hogy nincs bekötve? Csak kérdezem, nem értek ezekhez az új trafikhoz. De álló autóban nem kell, hogy bekötve legyél. Ott nem. Juli, válaszolt nekünk az ORFK megkeresésre? Mondd már rá, hogy mit mondtak, mert ugye ők mostanában nem nagyon nyilatkoznak, nem. Most inkább ilyen válaszolgatnak, nincs ott egy hivatalos nyilatkozó. A levelet ott van az adásmenetben, igen. Nem adtak megszólalót, mert hogy még tesztüzemmódban van ez a rendszer. Na. De itt van az adásmenetben. Na de idézz belőle, hogy mit mondtak, akkor hogy még... Akkor olvast fel, tehát, hogy beruháznak, jön a rendszer, tesztelik, és hogy lesznek ilyen gépek valójában. Igen. Csak még nem tudnak róla konkrétat mondani. Igen, ezt mindenképp olvasd el, Balázs. Igen, és üzenjük Balázsnak, hogy megvárunk a rádió előtt. Tehát, a szemét. Igen, az a neve, hogy véd a rendszer.
Véda? Igen. Véda. A rendszer vagy Véda? Véda. Igen, az a lényeg, hogy egyelőre még tesztelik, hogy mindenképpen hibamentesen történjék majd a bevezetés, úgyhogy tulajdonképpen azért nem adtak megszólalót, mert hogy ugye szerettük volna őket megszólaltatni, hogy mondják már el, hogy akkor videót rögzít, vagy csak fotót készít, de ha fotót készít, akkor hogyan bizonyítja azt, hogy én rosszul váltottam sávot, de nem adtak megszólalót, mert hogy még ha majd már éles lesz a rendszer, akkor majd beszélgethetünk. Ez akkor azt jelenti, hogy a világon először nálunk lesz ilyen. De jó! Hát ha most tesztelik, nem? Mert ha egyébként ez már megy... A villamosoknak is, a metróknak is van tesztüzeme, Feri, de más országokban is működnek azért ezek a járművek. Tehát, hogy tesztüzemek azért még vannak valamire, mert azért nem... Tehát ezt nem mi találtuk föl. De hát nem jöttek a metrókocsik, azokat is tesztelték. Oh, de az azért más, hogy a metrók, ott kiépítesz egy repülőt is tesztelnek, és azért a rájtosférek már 120. Tök érdekes. Hát azt mondja, hogy a tesztüzemek indítását megelőzően a rendőrség közleményben fogja tájékoztatni természetesen a nagy érdeműt, és hát eszközöket majd akkor bemutatja. De én már rájöttem egyébként, hogy mit csinálnak akkor, amikor trafiznak. Gyakorolják a rendszernek a nevét, mert hogy azt mondja, hogy a Véda rendszer közutakra telepítendő mobil eszközei a változtatható helyű komplex közúti ellenőrzési pontok, zárójelben VHKKEP, amelyek egyik funkciója a közúti járművek haladási sebességének a mérése. Tehát szerintem ezt magolják. De a Véda vagy Védák? Vagy? Azt mondja, hogy a változtató helyű komplex közúti. Ők úgy hívják, hogy Véda rendszer. Igen. Véda rendszer. Így van, de a helyek azok a változtatható helyű komplex közúti ellenőrzési pontok. Nem, ezek. Ezek a bizonyos berendezések, ezek változtatható helyű komplex közúti ellenőrzési pontok. Egyébként meg féljen az, akinek félni valója van. Tessék van. Normálisan Félje. Közlekedni, nem bunkó módon. Sávot váltani, előzgetni, be kell kötni magad, nincs félni valója. Jogkövető magatartást kérünk szépen az utakon. Aki nem így nem tud viselkedni, az meg szembe találja magát a Védával, illetve a változtatható helyű komplex közúti ellenőrzési pontokkal. De nem így van? Hát ha én szabályosan közlekedem, hát hol érdekel engem, hogy mit vesz a rendőrség? Hát ez annak hír, aki ugye nem közlekedik szabályosan. Hát inkább újságot olvasok, aztán kihúzom magam ebből a beszélgetésből. De nem tényleg. Jó, mondjuk igaz, már ma se lökted bele az árokba a bácsit, tényleg. Aki előtted ment a izével, a Merzsóval. Ehhez hallani igaz. Kellett az egész megszólást, mert aki csak ezt hallja, hogy igen, ma se lökted bele az árokba a bácsit, az kicsit más gondol erről a megszólásról. Szegény idős bácsit ott vénhülyészted reggel. Toltad le a Merzsót. Szegény bácsi, aki 4 kilométeren keresztül önkéntes rendőrködve feltartott azért, hogy most megrendszabályoz reggel 3-4-6-kor a tökéres szerémi úton. Igen, szegény bácsi. Na jó, van, játszunk hármasugrást, már itt is van a játékosunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Szia. Hello. Zoli, hello Zoli. Honnan hívtál minket, Zoli? Balatonfüred mellől, Pécsej. Pécsej. Zádorvár. Igen. Istenem, hogy azonnal várom. Így van, pontosan, nagyon érdekes. De direkt romnak építették? Nem, soha nem készültek ilyen családi okokból. Ilyen két család vitatkozott nagyon sokáig azon, hogy ki is az a bizonyos terület, és ezért nem fejezte. Egy tipikus példája annak, hogy nem csak most manapság jellemzőek az ilyen típusú viták, hanem pár száz évvel. De várjál, valaki ott elkezdett, Zádorék elkezdtek építkezni. Igen, a csak aztán valaki telkére. Igen, még mielőtt befejeződött volna, már egy másik család megtámadta. Őrület. És a kötekedek a hivatalos neve egyébként meg Hímfivár. Igen. Na most ne hallod, de most téged nem érdekel tényleg a Hímfivár története? Feri, hát ember... Nem. Ja. Emberek vagyunk, különbözőek vagyunk. Órára nézett, és mondta, hogy most vagy hosszan, vagy röviden válaszok. Inkább nem. Igen, jó a sztori, eddig unom. Nagyon jó. Hát ezért színes ez a műsor, viszont Jani meg behozza, elmondja, beszél róla, érted? Ami engem érdekel, az benneteket nem érdekel. Hát milyen szép így ez az, nem? Így van. Sokszor megmásztarázál ezt a Hímfivárat, Zoli? Nagyon sokszor. Sokszor? Szereted? Szalonnát sütni, aha. Meg van egy kilátó. Így van. Hogyha látom a Balaton, meg Tihanyt. Az biztos szép. Ha hátad mögött van a Balaton, és szembe vagy a Zádorváral, akkor jobb kéz felől van a kilátó, és nagyon szép kilátás nyílik rá. Jó, mindenképpen megnézem. Mindenképpen. Fél tavasszal úgyis meg Rocsóra, arra tervezünk egyet, jó? Jó. Van odáig autó, de csak az igazi terepjáróknak, nem a... Közvetlen a kilátó előtt megtokálni autóval? Meg. Igen, már meg. Akkor jó. Akkor sem ész föl. Hány métert kell sétálni? De ne betyárosan, ahogy szoktál a Tesco előtt, mert belerongyolsz a várba. Hány métert kell sétálni? Zoli, hány métert kell sétálni a parkolótól a kilátóig? Sem ennyi. Pontosan be tudsz menni a várnak a belsejébe. Az sok.
Erre nem vagyok hajlandó. Nem fogod észrevenni, hogy hol van a vár. Akkor jó. Akkor van rá esély, megnézem. Okay, jó. Na, mindjárt szültök? Azt írja nekem az Anna. Igen, igen. Tényleg? Hát a egyik doki szerint 10, a másik 15, és most 13-a van. Úgyhogy ki tudja. Uh-huh. Lehet, hogy majd a műsor után. Ja, tehát még nem most ebben a pillanatban, még egyben van a pár. Az egyik azt mondja, hogy 10. Itthon vagyok, tegnap már nem akarták hazaengedni, de azért még hazajöttünk. Az egyik azt mondja, hogy 10, a másik meg, hogy 15, ez vagy a régi suli, új suli, vagy mi? Aha, valami ilyesmi. De úgyhogy, hát ilyenkor már szülésért az emberek általában egy nőgyógyász van, így rohangáltok még több helyre, hogy ki mit mond. Még nem választottatok? Nem, választottatok, nem, az elején mondta, az egyik ezt, a másik azt, de hát aztán ki tudja, mi lesz ebből. Hát aztán azt tudja, a gép folyamatosan hozzá előrébb megváltoztatja az időpontot, nézi a baba méreteit. Fiú lesz, lány lesz? Lány. Már van két fiú, úgyhogy harmadik lány. Na, az igen. És azért lett a harmadik, hogy hát ha lány lesz, csináljunk egy lányt is? Nem. Csak valaki szeltek egyet. Valaki főzni is tudja. Ja, igen. Nem. Ez úgy lett, hogy úgy voltunk, hogy kell még a második mellé egy kisebb, hogy is mondjam, korkülönbségű. Mert ugye a kettő között 6 év van, és akkor most így a aha. másik kettő között csak másfél év lesz. Ja, és akkor a kicsinek legyen egy még kisebb, egy tesó. Meg hát ott az adókedvezmény. Így van. Ennyi, persze. Fia, 3 gyerek után. Hajjaj, micsoda. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Hát azt mondja, hogy szerintem menni fog. Nem egy nagy passzisztasz. Na nézzük, jó? Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Ki alakította a Szállító filmtrilógia főhősét? Szállító? Jason Statham. Így van. Az egykori műugró. Így van, menjünk tovább? Persze, menjünk. Így szól a második kérdés sapka sálért. Melyik megyénkben található Magyarország legnyugatibb pontja? Ne kapkodj. Melyik ez a megye? Nyilván kettő jöhet szóba, gondolkodj. Igen, igen. Hát én megyévők, akkor Vas megye. Egy van. Felső Szölnök. És marha érdekes egyébként, mert hogyha elmentek Felső Szölnökre, akkor ott 3-as határ van. Iszunk egy kávét, Feri? Nem, ez engem érdekes. Én szerettem ezeket. Te rohadt nyallert. Én már túráztam is, hogy Jani van. Én nem vagyok nyaller. Még ha nem élveztem, de túráztam. Osztrák, szlovén, magyar. Így van, és ott van egy ilyen 3-as határkő, és azt érdemes megnézni, mert na jó, hogy... Hallod? Nem, nem, erre sajnos nincs idő, majd megnézem. Mondjad, Zoli, bocsánat, nem alatt. Edicsnél, amikor megyek ki, majd akkor elmegyek, arra megnézem. Helyes. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Menjél. Jó van, akkor menjünk. Hát, mondjam. Három, menjünk, persze, majd ordítunk, lehet, hogy szülési pályással majd kibumozzuk. Jó, itt szól a harmadik kérdés óráért. Morning Show, Klassz FM-es óra, nagyon szép. Milyen anyag megmunkálásával foglalkoztak egykor a tímárok? Tímár? Az edénykészítő, azt hiszem a tímár. Ne, kapkodj. Tímár, vagy csizmások? Na, mondj valamin. Bőr. Egy van! Te jó, marha vagy. Nagy mákod van, hogy nem volt érzékeny a gépünk az első válaszra, mert én már láttam, hogy mindjárt megszólal. Megmozdult ez a gép egy kicsit. Nem mondtam, hogy vas vagy valamit, csak mondtam, hogy... Edény. Nagyon jó. Jól van, Zoli, na harmadik gyerek érkezéséhez akkor egy ajándékcsomaga járulunk hozzá. Jó? Küldjük nektek. Jó. Ügyesek voltatok, aztán nagy kalappal a szüléshez, meg minden ilyen. Köszönjük szépen. Ciao. Szia. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mondjad, mit akartál? Csak azt akartam mondani, hogy a holnapja már nehezebb lesz, mert ott a harmadik kérdés az lesz, hogy minek a rövidítése a VHKKEP. Ebben szerintem jó. Az jó, az valóban nehéz. Ez 2 perc, pontosan 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A zuhany alatt, vagy a kádé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami ferrász magához húz, lesz már kor előtt, vagy egy hiány. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.
itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 13 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Jaj, megfulladok gyerekem. Kuc. Na, gyere. Jobban vagyok már. Jó, hú, te durva, meg kéne rádni. Vére nyertem. Igen, szörnyű dolgokat fogyasztok el. Azt mondja, hogy mérnek a Hajdúszobáti úton egy piros Ford Fiesta-ból most kezdik. Ezt SMS-ben kaptuk. Köszönjük, mint hogy azt az SMS-t is, vagy az az SMS is most jött, ami arról szól, hogy az M7-es 50-es kilométerénél mérő kisbusz kék villogót használ az ablakában. Hoppá. M3-as 204-es kilométerénél Budapest felé van egy trafi, ezt Bema küldte nekünk, valamint mérnek az M7-es 102-es kilométer utáni részénél Nagykanizsa felé, ezt pedig Kámesz küldte nekünk. A Podbanicki utcában mérik a Dózsa, György út felé haladókat Budapesten, DMC küldte, és van egy trafing az M7-es 56-os kilométerénél, méghozzá elfogó autóval, ezt pedig Csabi üzente nekünk. Na azt mondja, hogy nocsak polenta a FIFA vacsorán, úgy fest Mr. Puliszkát már a sportvilágban is bepromózták. Hát, hogy örül majd ennek? Hogy örül majd ennek csütörtökön, ha elmondjuk, hogy Puliszka volt? Már ott vagy. Az aranylabda díját adol, egy kis kukoricakása volt, egy jó kis polenta. Figyelj, ez a kék villogó, ez olyan kék rendőrségi villogó, amiről írt a hallgató? Nem, egy piros tűzoltósági. Tényleg? Csak átfestették kékre. Figyelj, nekem annyira tetszett gyerekkorom, amikor nézeket az ilyen San Francisco utcáin, meg ilyen filmeket, hogy igen, hogy a kitevős a kocsinak a tetejére föltették, egy kábellel volt összekötve benn, és valami mágneses rendszerű volt, nyilván a dolog, és ezt lehet nyáron használták, csak meg tavasszal, mert téli időben azért lehúzni az ablakot, és emiatt értem. És ott náluk nem volt ez az elefánt fűrendszer, amin így mondjuk így ki lehetett volna dugni, és felrakni a tetőre. Azt nekem nagyon bejött. Tehát mágnesen rakták fel? Az a mágnes volt, ugye? Földobta a tetőre, indult a sziréna. Nem, először átoltak egy csomó pillantragasztót, aztán pedig fel. Vagy megnyálaszták. Vagy ilyen rugós kábel ment le a kocsi belterébe. Fú, de kemény. Az, igen. Hát és aztán később, amikor ilyen diszkó korszak elérkezett, az nagyon dögös volt, ha volt négy a sarokban, négy ilyen kék villogó. Hát neked van diszkógömböd, beszerzel egy ilyen kék villogót még, és meg is vagy tulajdonképpen. Szerinted karácsony mindjárt, érted? Bepukkantod a piros kék villogót. Valaki kívta rendőröket, és így is jönnek. Igen. Többen kérdezik a MESZ-t tőlünk, hogy mikor sorsoljuk, várjátok egy picit, tényleg jó, megkapjuk a MESZ-t, megnézzük, hogy eredeti-e, mindent átvizsgálunk rajta, a kézírást is, mindent, nehogy aztán esetleg kicserélték Gyuri mezét, vagy nem tudom, átjátszották, rossz kezekre került. Ronaldót én elfogadom. Ellenőrizzük a tavalyival, összehasonlítjuk, és utána mondani fogjuk. Mivel úgy mondjuk majd, hogy ha mondjuk holnap vagy ma bejön, akkor nem azt mondjuk, hogy sorsolunk egyben, meg mondjuk, hogy jövő héten, hétfőn vagy kedden mindenkinek legyen ideje rákészülni, hallgatni, szólni annak, aki meg szeretné nyerni, úgyhogy tudni fogjátok, hogy mikor van a más sorsolás. Így van, hiszen biztosan itt lesz, bejön majd ugye a köki busszal, onnan pedig metróval, szerintem mennyi alatt itt megérkezik a repülőgép, itt van szerintem egy 40-45 perc alatt. Hát be hamar bemetrózik, hamar bevonatozik. Szerintem simán. Mi lett ezzel a matricás hidas történettel, ahol megye határ van a hídon, azt veszik, nem veszik? Arról tudtok valamit? Ez az egyik Duna híd, vagy igen, talán kettő is. Ilyen állítólag is azt is. Most azt csinálták, hogy a Ferihegyit már úgy tűnik, hogy kiveszik. Az új információk szerint, bár a tegnapi nyilatkozatot nem erősítette meg a hivatal, mert aztán az újságírók rákérdeztek, hogy akkor ez egy csak szellőztetés volt, vagy tényleg korrekt információ. De most az van, hogy kiveszik a Ferihegyi gyorsforgalmit, kiveszik az M7-esbe belógó 600 méteres Veszprém megyét, nyilván több, tudom, ne írjátok meg, de nagyon kicsi szakasz van Veszprém megye, és a Dunahidakat is, ahol ilyen megye határ van. Mert ugye a híd közepén van a megye határ, és ezért dupla megye matricát kell megvenned, holott te csak a hídon mész át. A szomszéd faluba akarok átmenni a Duna másik oldalára, és aztán lejövök a hídról, tehát a fizető útról én lejövök, és mondjuk ott megyek le vagy fölfelé a Duna mentén, akkor így van, két megye matricát kell fizetni, állítólag az is kikerül. Heat pénz, finomítanak a heat pénzem. Aha, tehát ez lehet, hogy egy lesz. Csak az ugye érdekelt, igen, hogy azzal mi van, hogy azt kiveszik-e. Na mindegy, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Ja, igen, képzeljétek el, most minden reggel, amikor kijövök a kis pékségemből, nem az enyém, bárcsak az enyém, nem elég jól megy. Nem mondod. Már a nevedre írattad? Igen. Jövök kifelé, mindig elmegyek a lottozó mellett, és megnézem az aktuális nyereményeket, és hát most 2 milliárdocska fölött van az egyik, és hát utána nézegettem, hogy a számoknak természetesen, ilyenkor az ember azért így elboklászik a szerencséjátékos oldalon, és hát
Srácok, hogy van az, mindig meg szoktam nézni, mik azok a számok, amik nem jöttek ki már régen. És akkor persze ez baromság, mert ugye a matematika esély az nagyon kevés még így is, de ezt mindig meg szoktam nézni. És hát így nézegettem a hatosnak a nyerő számait, és képzeljétek el, nagyon érdekes dolgot láttam, hogy a büdös francba van az, hogy ez két héttel ezelőtt volt egyébként, hogy ilyen számok jöjjenek ki egymás után. De most komolyan. 30 szint. 38. Tudom. 39. 40. Az volt még a 41. Ne. De és a 45. Ne. Hallod, 38, 39, 40, 41. 45. Csak hogy ne lógjon ki a lólába, vagy mit tudom. Ott valami hobokszem került a kétezetben, hogy nem a 42 jött, vagy a 43. Találjátok ki, hogy volt-e teli találatos. Hogy ez most... Ennek mennyi lehet az esélye? Azt mondják, hogyha például ötös lottó megteszed azt, ami a valami Amerikában volt, az 1-2-3-4-5, annak ugyanannyi az esélye, mintha bármelyik másik öt számot teszed meg. De így is matematikailag nem lehet. Figyelj, ez 45-ből 6, mert ez ugye a 6-os. Ez 45-ből 6. Aha. De akkor is. Hát a véletlenszerűség alapján lehet bármi, de ahhoz, hogy egymás mögé ne menjen, ahhoz képest még kevesebb. Még kellene? Én tehát szerintem ahhoz már matematikailag ez biztos, hogy a húzási kell. Sorrend, csak mondom, tehát hogy a húzási jó, sorrend ez más lehetett. Hát csak növekvő sorrend állítják a számokat. Persze, persze. Én ezt valahol olvastam, hogy ugyanaz a reális esélye annak, hogy ezt az 1-2-3-4-5-öt, vagy ezt a 39-30, vagy 40-41-et húzd ki, vagy húzzák ki, mint hogyha bármi más teszel. Aztán neked meg abban igazad van, hogy azért nehezebb. Mert például 1-2-3-4-5 még biztos, hogy nem volt. De ha azt számoljátok, hogy én nem tudom hány kombináció van. Hát remélem, lesz most már én játszom. A 90-es lottón nem volt még annyi húzás, hogy az összes kombináció kijöjjön. Tehát az valami több milliós, vagy lehet, hogy több milliárd a kombináció száma. De én most már játszom ez 1-től 5-ig, 1-től 6-ig és 1-től 7-ig. Hát, ja, egyesen, vagy ötösen, hatosan, hetesen. De mire gondolsz, hogy manipulálják? Nem, vagy... nem tudom. Mert ugye ez mindenkiben felmerül ez a kérdés, hát ezt mondjuk ki, hogy erre gondoltál? Mindenki gondolkodik ezen. Tehát, hogy nincs, hazudik az az ember, aki azt mondja, hogy nem fordult meg soha a fejébe. Na de várj, de nem volt 6 találatos. Nem. Akkor minek manipulálják? Érde? Mert ha ezzel a számsorral, amit most elmondtál... Hát de azért, hogy ne legyen, nem? Hát de egyébként is annyira kicsi az esélye. Hát de pont az, hogy nagy a tét, hát hogy minek manipulálják, de ha manipulálják ez a két, azért, a hogy ne legyen milliárd? Hatos. Hát, nem, ez az ötös. Az ötösön van 2 milliárd, de tehát a hatoson... Ezen csak 200 millió volt. Na, 200 millió volt, tehát nem olyan nagy a nyeremény, idézőjelesen mondom a nem nagyot, hogy érdemes legyen manipulálni, mert ha ezzel a számsorral elviszi valaki egy ember, akkor azt mondom, hogy manipulálták. Na de hát így... Minek manipulálod, hogy ne nyerjék meg a 200 milliót? Hát azt nagyobb, igen, azt nagyobbnál szokták inkább. Igen, nem, mert tényleg? Ha 3 milliárd lenne, és valaki ezzel a számsorral elviszi, akkor ott azért összekacsintunk. Én hogy... még az na. Életben nem láttam ilyet, az biztos. Tehát, hogy így... volt már, amikor nagyon közel voltak egymáshoz, de hát ennyire... Nagyon jó sor, tényleg. Most hiszel benne, hogy egyszer meg lesz? Vagy... Persze. Igen? Persze, mindenki hisz benne. Szerintem, aki kitölt egy lottószervét. Annyira jó ki van találva ez a ha nem játszik, vagy aki nem játszik, az nem is, vagy valami igen. Ilyesmi, érted? Tehát, hogy az esélyt, nem is kell sok, tehát, hogy érted, egy szervét kitölt, ez mindenki így van, amikor látod, hallod, hogy mekkora összeg van fönt, hogy egyik napról a másikra, egyik pillanatról a másikra tulajdonképpen. Most meg ráadásul, hogy van ez az uniós történet is, hogy basszus, olyan szinten megváltozhat az életed, egyik pillanatról a másikra. És beírod, nem egy olyan egetverő összeg. Nyilván nem szabad rátekeredni, mert azért én is ismerek olyat, vagy volt olyan kollégám annak idején, aki ilyen társaságban így mindenki lottózott, és összeálltak 20-an, és iszonyatos kombinációk voltak, és soha nem nyertek semmit. Fel, és igazából nem. Ugyanakkor volt egy pár hete, most egy ilyen kis település, nem tudom, pontosan megmondani a nevét, nem tudom, még a televízióban is bekerült, valamelyik híradóban láttam talán a hírt velük kapcsolatban, hogy együtt kezdtek el lottozgatni, és jött is be egy 4-es. De kik voltak ők egy faluban? Egy 8000-es faluban, 4-es, szétdobták. Igen. Ami neki keresett 3 forintot. Kávé. Szerintem a manipulálás az, ha tehát magát a húzás nem tudod. Nem létezik. Nem ezt mondom, csak nyilván de csak kimondhatjuk, fúrcsára. Hogy eszédbe jutott, hogy család. Ezeket persze, ki lehet mondani. Persze. Hát ez minden embernek eszébe jut. Hát a Feri is ugyanezt mondja. Így van, de nem vádolunk senkit semmivel. Tehát, hogy ez... Ja, nem, eszedbe jutott, hogy csalnak-e, vagy nem. Ha én csalnék, ha ott lennék a szerencsejáték RT-nél, ZRT-nél,
akkor azon lehetne gondolkodni, hogy kihúzzuk az öt számot, és becsúsztatunk egy szelvényt. Azt se lehet megcsinálni egyébként, mert ugye a számítógépen rögzítik az egészet, tehát már előre megvan, hogy hány szelvény van, meg mik a számok rajta, de az például, hogy ott azok a gömbök forognak, és akkor te majd kiszúrod a 14-est, és akkor azt lehúzod ezzel a csővel, az hülyeség. Hát meg hogy maradt titokban ugye ez a kérdés? Azért arról tudnának, az már azért csak kiderült volna, hát ettől a cégtől azért elmennek emberek, kirúgnak embereket, elbocsátanak, felvesznek, szóval, hogy... Elmennek, vagy eltűnnek? Soha nem tudjuk, hogy mi van. Hogy igen, hát ilyen összeesküvés elméletek mindig voltak, mindig lesznek, szerintem az ott dolgozók is tudják, hogy aztán az ő életükkel, meg az ő munkájukkal kapcsolatban naponta születnek összeesküvés elméletek. Nekem itt mindig a hogy maradt titokban tudod, hogyha itt bármiféle manipulálás lenne. Egyrészt kettő olyan bevétele ez az államnak is, hogyha erről egyszer kiderülne bármi, azért ez egy nagyon komoly bevételi forrás, amitől elesne a költségvetés, elesne az állam, hát azért egyrészt oda megy, szóval nem hiszem, hogy ezt ők megkockáztatják. Itt ez olyan, mint egy tévéműsor, szerintem hasonló, amikor mondják, hogy a VV-t izé nyerte. Megvan csalva az egész. Igen, és ott mindig hangoztatjuk mi, akik a csatornánál dolgozunk, hogy egyrészt a csatornának már a műsor legvégén tök mindegy, hogy ki nyer, hiszen másnap vége a műsornak. Ugye mindig ezt elmondják a tehetségkutatókkal, a megasztárokkal, az X-faktorral, hogy nem ő nyert, hanem ő. Egyébként könyörgöm, másnap már nincs műsor, nem mindegy, hogy ki nyer. Tehát az a csatorna szempontból tök. Csatorna szempontból egyébként teljesen mindegy, hogy ki nyer. De ott is egyszer ez kiderülne, érted, onnantól kezdve nem lenne semmiféle legális alapja az, hogy a csatorna csináljon bármilyen műsort, ahol mondjuk szavazni lehet. Szerintem milyen a szerencsejáték, és ez egyszer valaki megszellőztet, hogy itt ez a mahinálás megy, hát akkor senki vége. Nem játszana, és vége van azonnal. Tehát én ezt nem hiszem. Vagy nem gondolnám. És hogy csinálják? Hát akkor próbáljuk megfejteni. Hogy csinálják? Tehát a húzás. Most játszunk el a gondolatot, tessék, ez nyilván fantazmagória, ugye? Én nem mondom, hogy... Te vagy az elnök a szerencsejáték ZRT-ben, te vagy a... Alelnök. Alelnök, én meg vagyok a pénzügyes. A szakács. Nem hiszem, hogy nagyon beleszól az eseményekbe. Az elnök és az alelnök jó fej beveszi a szakácsot. Nagyon jó, akkor jó. Így meg vagyunk, hárman ülünk az irodába, kikapcsoltuk. Nem, én a karbantartó vagyok, a berendezés karbantartó. Hát tényleg, berendezés karbantartó. Mindegy, én az elnök, mindegy, mit csináltok. Igen, jó, kezdődik egy ülés, jó, osszátok le, nem érdekel. Igen. Jó, karbantartó az szakács és az elnök. Szakács, mondja, hogy csaljunk, nagy az összeg, nem adhatjuk oda hétvégén, szakácskám, mit csináljuk? Megmérgezzük a pénteki menüvel az egész, ezért kórházba kerülnek, maga elnök úr ne egyen. Na, de hogy csinálnád? Hát tessék? Ez az. Na. Én a karbantartó. Most hogy húznak? Hogy húznak? Most van ez a Aranka 26-os ülésről kijön és húz. Köszönjük, elég jól lenni, azért már befér egy-két kék pirula. De nem jön Gyuri bácsi beleinteget a kamerába, és ilyen kihúzza a piros golyót? Ilyen történet van, tehát hogy ilyen... Nincsen már ilyen tekerős, hogy ott állnak a manökenek. De én azt se értem, hogy egyszer tekernek, és akkor ott megy a 36 golyó, és akkor belenyúl Aranka, kihúzza, és annak megnyeri a százszorosát. Egyszer meg a légkeverés, esik a golyó, megy, száldogál, egyet leszik a 8-at, sárkány jön, tűzgolyó. Arra gondoltam én, mint a karbantartó. De akkor nem lehet, hogy az 5-ös húzzák klikkeverésére, és a 6-ossal még mindenhol. Én láttam a múltkor még bejönni Évát, és elmondta, hogy üdvözlöm önöket a 6-ossal, és most jön Aranka. Kétféle van, hogy az döntik el, hogy gépi vagy kézi legyen, és ha kézi van, akkor továbbra is kijön Aranka, és kihúzza a golyót. Akkor van kézi is. Kézi is van, és gépi is. Azt arra már nem emlékszem pontosan, hogy mind múlik az, hogy kézi vagy gépi lesz, valaminek az előző eredményétől függ, tök mindegy. Az a karban tartom, Feri. Miért? Hát már, hogyha jól van karban tartva az egyik, érte a csapágyost, ezt könnyebb karban tartani, mert de olajos. Oké, akkor ott van 90 golyó van abban a rohadt gömbben. Igen. Ki jön Aranka? Hogy a francba húzza? Hát itt ugye őt a FIFA-nál is volt egy balhé, hogy ugye a hideg golyó, meleg golyó. Ugye így tudtak neki segíteni. Megmondják, hogy Gyuri bácsi! Aki húz oda a hideg golyót, levágjuk a tökönet. Tehát Gyuri bácsi csak meleg golyót húz. Oké, és szerinted az elképzelhető, hogy az öt ember. Én nem nyúlnék meleg golyóhoz soha. Igen, Gyuri bácsi kihúz egy meleg golyót, azért ott lepörög a fiatalság. Szóval... Hogy ott van az öt ember. Igen. Mert ugye öten húzzák ki, minden számot egy ember húz ki. Titoktartási díjat. És senki nem fogja elköpni magát. Ne, figyelj, Aranka. Nekem megmondták, meleg golyót húzzak. Aranka, ne álmodozzon meg. Aranka, nem üt magának be semmilyen golyó, ne itt támadozzon. Ez a kézi. A gépi, az pedig a következőképpen van. Én, mint a karbantartó, jelzem nektek, hogy akkor a megbeszélt számokat. Igen. A megbeszélt számok golyóit ellátom 40-nek a ollommal, a büdös életben nem fogja felemelni, az semmilyen légkeveréses módszer, azok lemaradnak, azok nem forognak, azok ott maradnak. Az összes többi megkerül. És ott öt golyó így fekszik az alján. Csak mondjuk az azért elég feltűnő, tudod, amikor a végig, bár csak egy kering, az összes többi meg lett fekszik. Na most mi van például, ha abban az öt golyóban, ugye bejön a szerencsejátéknak a szám, az összes számot látják, és igen, kidobja a gép, hogy nem tették meg a 43-as, a 46-os, a 48-as.
tessék, pici apró mágnes megy ezekbe a golyókba, és a mágnes azt cippantja oda, érted? Hiszen én látom, hogy mennyi számokat tették meg az emberek, a sorsolásnál már a számítógép nekem kidob egy olyan ötös kombinációt, amivel biztos... Amit te adtál le is egyedül vagy vele. Nem az, hogy én adtam le, amivel nem nyer senki. Nekem az az érdekem, hogy halmozódjon a nyeremény, és legyen mondjuk 3 milliárd. Te vagy az elnök, én a szakács, meg itt a karbantartó, nekünk az a lényeg, hogy nyerjünk ember. Nem, hogy ja, ne hogy nyerjek. Ti most meg akarjátok nyerni az általunk működtetett szerencsejáték ZRT-ben a nyereményt. Én azt basszus. Akartam, hogy nem akarjátok odaadni az embereknek. Nem, és aztán azért ma... néztem át az összes tetves gipszkartont a poloskák után, hogy most ne nyerjünk. Ja, várják, az elnök kicsit leesett a lóról, mert azt mondtam, hogy nem egy csónak bevezünk. Nem, hát mi nyerni akarunk a karbantartóval. Tehát ti hátba akarjátok támadni az elnököt, és a szakács, meg a kis szerelő el akarja vinni a nyereményt? Ne, úgy a hárman, hát megosztozunk rajta. Ne haragudjatok, én ebben nem veszek részt. Százszorosa a fizetésem a tiéteknek, úgyhogy nem. Semmiképpen nem tudok egy ilyen sima hétköznapi egyszerű csalásban részt venni. Hát nem, ez egy támadás a szerencsejáték RTL-en. Egy szakács, meg egy karbantartó. 3 milliárd a nyeremény most, tételezzük fel, 1-1 milliárd jut mindhármunknak. Na, igazgató úr, értjük, hogy százszorosa a fizetés. Na de... Hát elgondolkozom. Igen, ebben a formában elgondolkozom. Hát egyébként egy csomó országban van nyilatkozati kötelezettség, és az nekem egyébként tetszik. Hogy nem játszhatsz, vagy mi? Nem, hogy el kell mondani, hogy ki nyert. Én nem szeretem, amikor elment a 3 millió, volt 5, és elvitték jövő héten 200 millió. Mondják és semmit el, tudod. Teregessék ki a lapokat. Igen, Amerikában hát, kiállnak egy ekkora cetlivel. Honnan tudod, hogy volt-e 5-ös? Program. Ugye Európában számos helyen nem azért nyilatkoznak egyébként, hogy ők akarják, hanem mert meg vagy, ha te megnyered, azt hiszem egyébként pont az euró alapunál is így van, akkor neked el kell mondani, hogy lássa a többi ember, hogy valódi nyertes van, kvázi, hogy ne legyen az, hogy jaj, hol az igazi nyertes. Magyarországon nyilván ennek lehet az az oka, hogy személyiségjogokat sért, meg itt a honlap már ketten becsöngettek. Hallottuk a jó hét, jöttünk a pénzért, a három ünnepelni. Nem biztos, hogy nyugodt lennék, ha mondjuk nyilatkozni kellene, de például Amerikában, Kanadában, tényleg számos európai országban kötelezőszerűen neked ki kell állnod a nyilvánosságon, és azt kell mondani, hogy igen, gyerekek, én nyertem meg, amit 1 millió eurót. Talán ott mondjuk nem biztos, hogy hát bazúrnak más. Nem? De hogy például az is egy érdekes dolog, hogy volt 2 milliárd a nyeremény, volt 5-ös. Valaki nyer. Az 3 hónap múlva való egy valaki fölveszi. Engem az jobban megnyugtatna, hogy tudom, hogy ki. Nem? Hát, ti nem akarjátok tudni, vagy nem érdekelne? Hát ha én vagyok, akkor nem akarom, hogy tudom. Igen, te meg nyilván titokban akarod tartani, igen. Persze. Ez nem úgy van, hogy szabadon választott? Dehogy nem. Tehát, hogy ez aki akarsz állni, kiállhatsz, persze. Csak szerintem Magyarországon senki nem állt. Kérnétek egyébként így magatoktól egy blitzimlapot. Igen, én! És nem adok kölcsön. Volt, aki egyébként kiállt. Tehát volt, láttunk olyat, aki kiállt. Szerintem, amikor megnyertek. Betörtek hozzá. Volt valamilyen sztorit egy fél évvel ezelőtt. És aztán be is törtek hozzá. Igen, egy ilyen idősebb bácsi igen. volt. Igen. Igen. Beszéltek róla, azt hiszem, hogy tévéműsorban, és utána pedig betörtek hozzá, és ki is rámolták a pecót. De más Amerikában például más a pénz megkapási lehetősége is, tehát van 1 millió dollár, akkor választhatsz, hogy életjáradékot kapsz halálodig, egy egész komoly havi összeget, vagy azonnal fölveszed a nyereményedet, viszont akkor nem adják oda az egész pénzt. Tehát csak a felét veheted föl, most mondtam valami százalékot. Ez tök jó egyébként, mert ez is védi az érdekét így a játékosnak. Így van, tehát megnyerted, akkor dönthetsz, hogy ezután minden hónapban kapsz 100 000 dollár, amíg élsz, vagy utána lehet, hogy ez öröklődik, ez azt szintén. Nem tudom, vagy fölveszed egy összegben, de akkor nem kapod meg az egész pénzt, csak a felét. Vagy de ez akkora rohadékság egyébként, hát egyébként ha megnyerted, miért nem kapod meg? Hát nem. Más kérdés egyébként, hogy a civil ember nyer, szerintem sokáig nem tart ez a dolog. Tehát ugye pénzügyi analfabéták lottóznak legtöbbször. Hallod? Egyébként, ne! Nem így, hát azt szeretne nyerni, akinek nincs pénze. Azért nincs pénzed, mert vagy nem volt lehetőséged, vagy nem kerestél annyit, vagy nem tudtad megforgatni, vagy nem is volt mit megforgatnod. De van egy olyan kimutatás, hogy a lottó nyertesek 80%-a 1-2-3 éven belül ugyanott tart. Mert hogy nem ért a pénzhez alapjában véve. Belekezd egy vállalkozásba, kölcsön ad, elindítja, belebukik, elfogy, eltűnik, és 2-3-4 éven belül kimutathatóan ugyanott folytatják. Ami számomra egyébként megdöbbentő, nyersz 1 milliárdot, berakod a bankba. Semmit nem kell csinálnod, de elketyeg.
vagy értékpapírba, és még egy 8-10%-ot van belőle, nem? Hmm. Ha most egy milliárdnak egy 8-10%-ot... Hát az 80-100 millió forint, azért az havi 8-szal... Havi 8-as kamatka jön egy SMS, azért ahhoz, ha hozzá se nyúlsz, megélsz belőle. Én nem tudom, ők mit csinálnak vele egyébként. Én hogy tudsz egy milliárdot egy év alatt úgy elvágni, hogy ugyanott veszel fog... magadnak 300 millióért egy budai villát, veszel magadnak egy Bugatti Veyront az újabb, mert neked már akkor te vagy Magyarországon az első, összetörted, aztán rájössz, hogy a 300 milliós villának a havi rezsie az 1 millió forint, mert a medencefűtés, mert a izé, elmész egy világkörüli útra, azt hello. Nem veszel megyei matricát rendszeresen. Jön a büntetés 15 ezerről. Hát igen, én biztos, hogy tudnám nélkülte venni még több lottozzá. Visszaforgatnád az egészet, tényleg, igen. És bemennél és feltennéd a pirosra. Hívjon már föl bennünket valaki, akinek volt valaha bármikor tényleg ötöse. Hát a gyerekek, ez, ha ilyen téma előjön, mi ezt mindig bedobjuk. Ja. Soha nem hívott még és senki. És már eltapsoltad a pénzt. Eltapsolta, elköltötte, volt neki, elmondja, hogy hogy nyerte meg, mit csinált belőle, hogy élt előtte, hogy élt utána, amíg tartott a nyeremény, és hogy él most? Engem leginkább az érdekelne. Megmaradt, nem maradt, befektetett, több lett belőle, ne hagyj Isten, nyilván kevés erre az esély. Kevesebb lett, mennyivel kevesebb, mennyit nyert. Van. Mi van most a pénzzel, hogy él most? Ha valaki, akinek az elmúlt 20 évben volt ötös, és mer nyilatkozni. Biztos, hogy tanulságos lenne, mert most, hogy játszom én is a 41-et, a 42-t, a 43-at, a 44-et és a 45-öt, elég nagy az esély. Hát ha, lehet, hogy ma már nem fér bele, de akkor látjuk az SMS-t, SMS-t írja nekünk, hogy gyerekek volt, hívjatok nyugodtan, Júli visszahívja, holnap adásra tesszük. Az egésznek a lélektan egyébként nagyon érdekes. Olyan szívesen beszélnék egy olyan emberrel, aki előtte átlagos életet élt, vagy nehogy Isten szegény volt. Kapott 1 milliárdot, hogy dolgozta föl, mit csinált vele, és aztán most milyen életet most él. Most vele. Ma már szerintem 300 millió is jelentkezhet nyugodtan, ha annyit nyert. Nem is kell. Igen, ez nem egy olyan nagy összeg, gondolj be. Hát nem nagy összeg, de azért az egy átlag fizetés, ez még valaki 120 ezer forintot keres, egyszer csak jól adja. Nem erre gondolok, ahhoz képest nagyon sok. Most keresel 250 ezer forint nettót, ahhoz képest nagyon sok, hanem hogyha elkezdesz egyszer csak gondolkodni, akkor onnantól kezdve hirtelen ugye a vágyaid is elszabadulnak, és rájössz, hogy nyertél 300 milliót, és két nap múlva csak rájössz, hogy basszus, ezt már nem tudom megvenni, meg kevés. Tehát, hogy milyen a lélektana, kerestél 200 ezeret, lett 300 milliót, és el tudsz oda jutni, hogy 5 nap múlva már azt mondtad, akkor Józsefnek nem jut, akkor inkább neked nem adok, mert nem tudom megvenni, az kevés. Kevés! Érted? Előtte nem volt ennyi pénzed soha. Tehát, hogy soha nem elég. Soha nem elég, tényleg. Na nem tudom, 300 millió az nekem már elég lenne ahhoz, hogy még bejönnék, megcsinálom az őszinte poénok. Jó, de a kis bakonyi kis ház az 1 millióban igen, kijön. Igen, Juli írja, igen, okos, hogy nem adjuk ki a számot, diszkréten kezeljük, tehát senkinek nem kell félni. Még igazi nevet se kell mondani. Ja. Tehát nekünk az is jó, az, hogy Józsi vagyok, és 86-ban nyertem, és Péter is 92-ben nyert, mindegy. 300 millió az elég? Nekem azt mondod? Elég. Biztos vagyok benne. Hát számoljuk utána, hogy egy most az átlag fizetésekből induljunk ki, de hogyha mondjuk van havi, mondjuk 5 kilód, abból már nagyon szépen el lehet éldegélni. Tehát, hogyha... Hát kérdés, figyelj, ha a vágyaid megegyeznek a lehetőségeiddel, akkor boldog vagy. A boldogtalanság mindig abból ered, hogy a vágyaid és a lehetőségeid különböznek. Ugye? Tehát, hogy egyszerűen más szeretnél, mint amire lehetőséged van, mit szül boldogtalanságot? Ha neked 300 millióval meg tudod valósítani azt, ami a lehetőséged és a vágyad is, akkor te egy boldog ember vagy. Az ellentét mindig ott van, hogy a kettő nem egyezik. A 300 milliónak is az előbb említett állampapíros kamatozással is egy havi 3 milliód van. Kettő fél. Az, hogy 10%-ot számoltál? 30 millió egy évre. 30 millió, az 2,5 millió. Jó, annyi. De akkor elköltöznél, vennél egy nagyobb házat, akkor vennél egy autót, akkor vennél egy nyaralót. De. Hirtelen a 2 millió már egy kicsit kevés lesz, mert akkor már szeretnél egyedül lakni valami szép házba, szeretnél egy nyaralót, hirtelen járodsz, hogy azt már nem tudod megvenni, hirtelen megjelennek a rokonok, kinek adjál, kinek ne adjál. Melyik kezedbe harapjál, mert azért segítenél még két barátodon is. A család is megtudja, és a közvetlen rokonok, ne agyisten még szereted őket, oda is jutna, egy kicsi, egy százas mondjuk elmegy arra, már csak 200 van. Ez a gyereknek, fordulhat elő. A két gyereknek vennél 2 darab lakást, magadnak vennél egy kicsit nagyobbat, ezek, vennél ezek talán ezek egy nagyobb autót. Tehát, hogy ezek nagyon túlzóak. Két gyereknek biztos, hogy két lakás, hogy elinduljanak két lakásra, szerintem nem. Hogy hol, tehát, hát csak hogy egy gyereke értetlen, van, minek vegyen sok kettőt. Esetben, most gondoljunk bele, sok esetben ugye azért nem költöznek az emberek vidékre, már most itt nyilván fővárosokról beszélek, mert azt mondják, hogy ugye nincsen állás, viszont vidéken nagyon sok helyen lehet vásárolni olcsóban nagyon-nagyon szép portájú házakat, nagyon jó kis kecokat, hogyha már van a bankban pénzed, ezeken a helyeken nagyon szépen el lehet éldegélni. Hát jó, persze, az ember elmegy. Tehát, hogy egyszerűen csak okosan kell ezt a pénzt költeni, és onnantól kezdve akár tényleg így ilyen 20-30 évre simán. Jó, mert az én kis falumban új kígyósan 3-4 millióért gyönyörű házat kapsz.
nem biztos, hogy úgy kigyúsod akkor az autót, most meg a kecót hirdeted. Hát az kicsit több a miénk, de minden. Szerintem, de eladó. Szerintem az ember nem így működik. Nyersz 300 milliót a lottón, nem mész le új kigyúsra lakni egy kunyhóba. Tehát, hogy nem ez a lélektana. Nem ezt mondtam. Most nem ez mondtam. Ez ott a be van drive-itolva most. Igen. És így vágod a nádat, hogy tüzet tudjál gyújtani, és ketyek közben a bankszámla. Azóta már benn van egy csigos parhely. Jött a kistárgy egyből, nem tudom, megi 3 millió, de te érted, eszed a zsíros kenyeret, és a gyereket ütöd, vágod, hogy ne fázzon a hidegbe. Tehát valahogy nem ez a lélektana. Akkor szerintem kicsit kinyílsz pont a világra. Elkezdesz megbarátkozni olyan dolgokkal, amivel nem, aztán hát kérdés, hogy ki meddig tud nyújtózkodni. Minden esetre érdekes. Komoly. Érdekes. Ha még egy dolgot, ha elintézel az életbe nekünk. Hogy nyerjétek, ez ma hinálja meg a gépet. Nem. Most még lottó elnök vagyok, vagy szerencsejáték elnök vagyok, nem, most vagy Balázs vagyok. Balázs vagy. Akkor tényleg alá ütjük a pecsétet a giga, über, szuper csávón. Na, hogy egy karácsony olyan... két nappal, ne kelljen már. Hagyjuk az egyik, akkor kettő van. Hogy egy olyan emberrel beszélni, mert biztos, hogy nem adják ki a szerencsejáték ZRT-től, aki fogadja... Aki nem akar nyilatkozni. Aki fogadja a lottó ötöst, mert tudod, hogy van egy összekötője. Tehát amikor te megnyered az egy ötöst... Egy ballonkabátos csávó, egyetlen egy ember van, aki személyesen ismerheti az ötös nyertesét, aki segít neki. Hogy ezt az embert, szerintem több ilyen ember is van, egy ilyennel beszélni. Hát ő mit mond? Na ez az. Semmi. Mit mond? Jó napot kérnek balra második. Ez miért érik érhető? Azért, mert hogy milyen tanácsokat adnak, ugyanis ő elmondja, hogy ne egy bankszámlára kért, hanem nyissál legalább 5-öt vagy 10-et. Ilyen tanácsok. Ezeket. Ja, nem a portás. Akkor figyelj csak, de... akkor várj, akkor elég lesz. Feri, de nem, akkor... ne egy bankszámlára is tizeket, nem mondd el a rokonaidat, ne kezdj el hirtelen költekezni, ne vegyél új lakást egy éven akkor belül. Figyelj csak, elég lesz a karácsony előtti két nap. Elég lesz a Bugatti Veyron. Gyerekek, ne írjátok már meg nekünk, hogy a banki alapkamat 2,5%, mert 6-szor elmondjuk, ti se vagytok pénzügyi zsenik, most a legnagyobb kamat max 4%, a 2,5%, nem a kamatról beszéltünk, olyan értékpapírokról beszéltünk, ami mondjuk állampapír, értékpapír, stb. Mondjuk egy 8-10%-ot az évente, így jött ki nekünk a 10%, nyilván nem a 2,5-szeres, egy kettőfeles banki kamatra gondoltunk. Tehát tessék bennünket egy kicsit figyelmesebbe hallgatni, mert többen megírták, hogy milyen 8% lehet csinálni 8%-ot is, nyilván, ha nem berakod a bankodba a pénzed, mert ott most ennyit nem tudsz csinálni. Szóval szerintem azért nem érdekes annyira, Feri, mert ott lát egy zokogó síró embert, elmondja neki az itinert, és elengedi a kezét. Tehát ő nem tudja, hogy mi a folytatása annak az embernek, aki kivitte azt a 3 zsák pénzt, nem? Meghatódik, nem hatódik, ügyvédet küld, ő jön, hát elmondja de ugyanazt. Tudjuk-e, hogy van-e követés, már hogy nem, hogy utána mennek a nyertesnek, hanem hogy van-e az utóéletéről információja. Azért lehet, hogy tudott volna érdekesek mondani. Megkérdezzük a szerencsejátékért, hát ha tudnak ők nekünk nyilatkozni. Jó, a legizgalmasabb... Törd össze az álmaimat. Nem, a legizgalmasabb nyilván egy lottónyertes lenne nekünk. Aki azt mondja, hogy volt egy ötösöm, gyerekek, és elvertem az összes pénzt 3 év alatt, most nem tudom, hogy pizzahátba dolgozom, vagy nem. Mert annak azért van mélysége. Nem, hogy minden lehetőséged megvolt, hogy talpra álljál, de nem értettél hozzá, vagy félreértetted, vagy kicsalták belőled, és ugyanott folytatod. Vagy rosszabb körülmények között folytatod, mint amikor megnyerted. Még azt is elvered, ami volt, igen. És akkor tudod, jön a paranója, mivel az ember nem számol. Tudod, nyersz 500 milliót. Ki tudja meg, ki nem tudja meg. Kiderül, elkezdesz költekezni, titokban tartod, izgulsz, hogy rájönnek, elkezdesz félni. Elkezded félteni, amit van. Egy csomó olyan dolog jön, amivel nem is számoltál, hogy mekkora teher, ha ennyi pénzed van. Azt például senki nem beszél szerintem. Lehet, hogy a szerény visszafogott életmódú embert megváltoztatja ez a dolog, és pont az ellenkezőjét hozza ki belőle. Addig csak olcsó dolgokat vett, és utána pedig csak a legdrágábbakat, mert nem számít a pénz. Benzint nem veszek, mert az olcsó, napelemet veszek, az drága. Igen. Hát meg igen, tehát szóval érdekes. Na mindegy, nincs még elmjelentkezik senki, nem Juli? Holnap, jó, Anna visszaív webkét. Mert már azok a saját rádiójukat hallgatják. Vettek maguknak rádiót, igen. Jó, vannak egyébként események, 103 milliót nyertem 5 éve. Közeli ismerősöm 490 milliót nyert, együtt jártunk focizni, ma már folyamatosan kölcsönkért, mert nem tudják kifizetni a pályabérlést, ami 1000 forint. Holnap visszatérünk erre, jó? Megcsináljuk ezt témának, jó. Hogy ezen SMS-ek alapján visszahívogatunk néhány embert. És megnézzük, hogy az is jó, ha valaki ismert valakit igazolható módon, nyilván nem hallomásból. Jó, úgyhogy erre holnap visszatérünk. Na, most akkor Szakács úr,
Gépész úr. Nem, a karbantartó. Karbantartó. Mahinálunk, vagy nem mahinálunk? Hogy zárjuk le az ülést? Nem tudjuk megmahinálni, nem? Hát sajnos nem. Sajnos nem. Még ha ott lennénk sem. Viszont látja a vezérigazgató úr, hogy mi hajlamosak vagyunk az ilyen kis tiklikre, úgyhogy ki vagyunk rúgva. Nagyon tetszett ez a felvetés, holnap már nem kell jönni. Igen, elárultam. 3-4-10 lesz pontosan, 3 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Klassz FM-en. 3-4-10 lesz pontosan, 1 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elnök úr! Igen. Mit ír Zoli? Nem láttam, hogy Zoli vagyok. Mit ír? Hello, hello, hello. A közjegyzőt meg kiadnátok a buliból. Igen. Már jelentkeznek. Hello, Anna. Jó reggel. Na? Sziasztok. Na hát szerepelni nem akarnak, de beszéltem egyébként olyanokkal, akik nagyot nyertek. Van egy 800 milliós nyertes, akivel beszéltem, és van egy 103 milliós nyertes is. Akkor írjuk ezeket föl. Ha beszélni nem akarnak, akkor nem. Juli lecastingolja őket, és elmondják. De a történetet elmondják neked? Elmondták neked. Nagyon, akkor holnap erre visszatérünk. Most előjük el, csinálunk egy olyan adást, vagy egy órát, ahol nyertesek jelentkezhetnek. Van, aki akar beszélni, azt is láttam, kevesebbet nyert 100 milliót. Nem 103 millió, nem akar őse. Most beszéltem vele. Nem. A 800 milliós, igen, 800 milliós. Nem ígérte le, minket nem kérték kölcsön. Mi? És 20-as kérték. Megvettem a bankszámos számomat. Persze. Kafetériára a Janinak. Ja, ide jó vagy. Nem baj, az jó nekünk, ha Juli őket visszahívja, és elmondja mindenki a történetét. Nevet változtatnak, aztán ami elmondható, azt mi holnap elmondjuk, hogy igen, beszéltünk Álnevű Péterrel, aki elmondta, hogy ha nem is akarják elmondani, elmondjuk mi helyettünk, csak nekünk mondják el. Hadásban nem akarnak. Félnek? Vagy mi értem egyébként? Nem, például a 100 milliós nyertesnek annak környezete nagyjából tudja, nem akarja, mert aki eddig nem tudta, már nem szeretné, hogy tudja. Aha. Hát nem mondja a nevét. Ja. Biztos nem ismerik fel. Akikkel beszéltél, a többségében megmaradt, több lett, vagy kevesebb lett? Kevesebb lett, mert sínretett az életébe olyan dolgokat, amiket szeretett volna, de két okos emberrel beszéltem. Megmaradt a pénznek. Megmaradt a pénz. Igen. Egy része. Hát nyilván költött belőle sokat, hiszen megváltoztatta olyan embereknek az életét, vagy segített nekik megváltoztatni az életüket, akiknek esélyük se lett volna rá. Te szimpi. Igen. Mind a kettő, a 800 milliós is, meg a 103 milliós is. Hát. Maradt még az. A 800 milliósból sok maradt, értelemszerűen, a 103 millióból kevesebb maradt. Ott 20 millió maradt. Hát igen, nagyon érdekes ennek az egésznek a lélektana egyébként. Igen, szóval, hogy mindenki írja, hogy mindenki nyomorog a maga szintjén, és ez egy nagyon nagy bölcselet egyébként, amit szerintem sokan nem is értenek talán, hogy sosem elég. Tehát a 200 milliód van, 500 kell, mert addig nyújtózkodol, vagy nyújtózkod. Én nem hallottam még milliárdostól, pedig volt szerencsé beszélgetni egy-kettő, hogy elég lett volna. Vagy hogy itt megállok. Adtál nekik kölcsön? Tessék? Adtál nekik kölcsön. Megváltoznak az igények. Hogy soha nem elég. Ha 200 van, 400 kell, mert nagyobb hajót akarsz. Ha 400 van, gondolkozol egy olyan telken, amit Horvátországban szeretnél megvenni, de nem jó a 400, mert kéne még egy 50 hozzá. Tehát sosincs elég. Nem ez az a lélek igaz. És az emberi, nem tudom, működési alapelv, hogy elég, nem akarok többet. Nem így van kitalálva szerintem az ember. Hát igen, a többség az biztos, hogy nem így van kitalálva. Biztos vannak kivételek, persze. Igen, mi a Janival kivételek vagyunk. Igen. Mi beérnénk kevesebbel is. Én tényleg mondjuk beért, azért a biztonság kérdésére, én álcáznám magam, átoperáltatnám persze. magamat, és akkor lehet, hogy közel tudnék így kerülni JK-hoz is. Én megtanítalak formát keresztet ütni. Lehet szagasszi. Érted. És akkor nem is lenne feltűnő, hogy van még. JK, agasszi, elmen már tudod. De egyébként a lakással vannak így az emberek, hogy mondjuk van egy pici lakásod, majd beköltözöl egy 80 négyzetméteresbe, majd az lesz kicsi, majd elmész egy 110-esbe, majd egyszer csak lesz, hogy az lesz kicsi. Tehát, hogy igazad van, amit mondasz abba, hogy bizony az igények változnak, egyre jó, de azért próbáljuk már ki. Hát, ha nem, igen. Hidd el, hogy igen. 600 négyzetméterre vágyom. De miért? Hidd el, hogy sose elég. Tudom. 30-ból indultam, és nem elég, ahol vagyok én. Tudom, mostanában olyan fanyar vagy, és kedvetlen. És tudom, hogy ez az oka. A Jani hogy változna? Több teljes dobozt gyűjtene? Vagy? Aha. Nem hiszem, a Jani alapjában szerintem nem változna nagyon meg. Kicsit talán azért az összeg miatt, meg a teher miatt azért ez a kiderül, nem derül, ne vegyék észre, szerintem azért hozna egy kis neurotikusságot még inkább, de nagyon-nagyon nem hinném el, hogy egy Bentley Continental GT hátuljából két hatalmas merről inná a Dom Perignont, és locsolná az Asztipesgőt Monte Carlo-ba. De a lányom kapna végre famentes rajzlapokat, és nem csak fél famentes. Igen, tehát azt nem hiszem. Hát nyilván mindenki a vér. Attól függ, mennyire billensz ki? És akkor ugye hát ott van. Jó. Én minden.
Lehet, ha annyi pénzt nyernék, akkor vennék nektek valamit. Tényleg valami olyan szívhez szóló. Úgyse vennél, te is tudod, ne hazudj. Neked vennék egy, mit tudom én, vennék két-három ilyen szuvidáló szettet, ami, mit tudom én, amit szeret. Balázsnak vennék tartalék alkatrésznek egy másik rover. Amit vontaték magam után, és mindig el tudnám. Legyen. Az Janit el tudom képzelni valami ilyen Playboy partin. Az. Tehát oda azért biztos, ugye? Hogy elmenne el. Akkor még ott vannak a barátok, akik mondjuk tényleg igazi barátok. Mindenkinek talán van egy-kettő. Hogy ott mennyit? Nem adsz? Nem segíted őket? Biztos, megtartod? Segít. Vagy hazudsz nekik, és nem mondod el? Vagy elmondod, nem. Viszont nem adsz? 300 millióból van két igaz barátod. Mennyit kapnak? Hát ezt így nagyon nehéz szerintem. 300 milliót nyert a Jani, most kettő igaz barátja. Én mindenképpen megvárnám, hogy mennyit kérnek, mert hát a kevesebbet, mint amennyit én adok. Nem, te mindenképpen megvárnád, hogy legyen egy leértékelés a Houndem. És akkor még komolyabb minőséget mondtál, mint amilyen szoktál. És talán két karácsonyi pulcsi bele is férne. Na tessék, srácok, új póló. Na, tessék. Igen, hát nehéz kérdések ezek. Na jó, holnap majd folytatjuk, jól jelentkezzen az, aki nyert. Visszahívjuk, és ha nem akar beszélni, meghallgatjuk a történetét, aztán holnap beszélünk róla, gyorsan megmutatjuk, miről is volt szó a mai napon. Mik lesznek a nap legjobb pillanataiban. Felhívtuk Schuller 100 000-es urat, ugye a naptól, aki elmondta, hogy hogy zajlik a reptéri vámvizsgálat, mert hogy elfogtak két portugál embert, akik ugye kokaint próbáltak csempészni át a határon. A rendőrség fogta el őket, mi mégis a naptól szólaltattuk meg Schuller 100 000-es urat, de nagyon jókat mondott, valamint Szőlősi Gyurit is felhívtuk a Forfortú magazintól, aki elmondta nekünk, hogy milyen messz sikerült tegnap az aranylabda díjátadó gálán szerezni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Klassz FM-en. 2 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok, gratulálok a győzelmethez. Ja, hirtelen tudtam a fogadást. Köszönöm szépen. Persze. Kölökte a gubát, úri ember volt. Hát figyelj, muszáj volt. Hát mennyit nyertél az elmúlt években? Hát most már nem állok. Most már egyébként nem. Vissza küzdöttem. Magát az elején egy gyönyörű szérián volt. Igen. Ezzel a teniszel, vagy mi az a sport, amihez értek. Ausztrál Open indul. Csak mondom, hogy... Már tehetjük is. Csak mondom, hogy ott vannak a legnagyobbak, Ausztrál Open pillanatokon belül indul, úgyhogy... Gyoko. Talán jövő hét a hétfőn. Megy a Gyoko? Gyoko is ott lesz. Möri, Nadal, Roger, ott vannak a nagyok. Meg hát a kis újoncok, akik azért egyre jobbak, úgyhogy... Bármi megtörténhet, ha gondolod, Gyokóra tehetünk, Becker az edzője még mindig, úgyhogy... Ő most még világelső, ugye? Gyoko világelső, így van. Ennyi. Becker is. De bármi mondhatsz a Ferinek, nem? A Ferinek, hát a Becker talán már nem nyalná be. A Beckert nem. Na, hívjuk a naphallgatóját. Szép. Szóval ilyen hajókürt, vagy nem tudom mi ez, ami mindig bejön. Közel a Duna. Igen, közben írja valaki, hogy Pelé nem kapott aranylabdát, mert akkor csak az Európában játszottak a díjazták. Igen, ezt én mondtam, de igazukon én is utána olvastam közben. Ezért mondom, hogy nem értek a focihoz. Jó. Nem. Csabikám, mi újság? Remek zenék? Olyanat hozok most nektek, hogy ketté áll a fületek. De most hogy egyszer... már neked is kínos. De nem, tényleg? De mert tudom, hogy szeretitek az ilyen új előadókat. Na. Hogy vevők vagytok rá. Tovló. Azt a mindenit. Tovló, de jó azt te. Mondj már valakit, akit ismerek. Mondj már egyszer, hogy hozol egy R.E.M.-et, vagy egy Stinget, vagy egy George Michael. De nem hozok. Én Tovlót szeretném hozni nektek, aki egy svéd énekesnő és dalszerző. Aki ráadásul olyan előadóknak is írt korábban dalt, akiket ti jól ismertek, hiszen a Klassz FM játssza dalait. Girls Aloud, az Icon a Pop, Amelia Lili. Amikor Amelia Lili. El Airi. Húzó neve. Saturdays, az megvan. Hogy ne. Sundays. Így van. Játszanak. Nektek mondom, hogy csak csajokat mondtam eddig. Szeretem nagyon. Csak csajokat mondtam eddig. Na most a Tovló úgy döntött, hogy a tehetségét a saját magának is szeretné kamatoztatni, úgyhogy a Helbis című dalát fogom megmutatni nektek. Pont azt. Jó. Hát azt szereti. Na. Gyerekek, egy jó Tovló nélkül nem kell. Egy sikeres zeneszerző, szövegíró, ráadásul jól is énekel. Még Tovló az egy ménes. Bizonyám. Tudtam, hogy imádni fogjátok. Így van. Elő. Hát ő. Jó? Jó. Jó, meghallgatjuk.
Holnap folytatjuk, jó 6 órakor jövünk, szép napot kívánunk mindenkinek. 555-55-00, szeretnétek Csabitől Tovlót kérni, akkor azt ne kérjétek, mert az már lesz. Csak de ha Balázsnak játszom egy Madonnát is, csak a Balázsnak. Na! Hát legyen egy ismert név, hát. Szoftverhiba vagy mi? La Isla Bonita, mekkora nóta, nagyon kedveljük. Csak neked, jó? Holnap érkezünk 6 órakor, szép napot, szevasztok! Hello! Ciao, ciao. Ciao. Sziasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.